Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Ez itt a Best of Morning Show. Gwyneth Paltrowról szeretnék egy kicsit mondani egy-két mondatot. Hogy kell mondani az ő nevét egészen pontosan? Mert hatféleképpen hallom. Gwyneth Paltrow. Mondjuk Paltrownak. Paltrow. Gwyneth Paltrow. Ne törjön bele a nyelvünk, mondjuk Paltrownak. Gwyneth Paltrow. Paltrow. Egy érdekes dolgot csinált, ő vacsora vendégeket fogadott, és a vacsora vendégei rosszul lettek, ugyanis a színésznő rakott padlizsánt készített, és ez témánkhoz remek kiinduló kis cikk, de a siker elmaradt, mivel a meghívottak egytől egyig összehányták magukat. Egy jóféle rakott padlizsán. Ittak valamit? Vagy csak a padlizsán tehet az ügyről? Nem, valószínű, hogy valamit ő elrontott, vagy romlott volt. A rakott padlizsánba kell húst tenni. Kell húst tenni, meg inkább ami veszélyes lehet még benne, az ugye, hogyha besamellel leöntöd. Igen. És azt mondjuk, kicsit előre gondolkodt, és megcsináltad egy hétre előre. Szóval azt tud veszélyes lenni, meg a hús is. Hát, vagy mit tén padlizsán érzékenység? Vagy padlizsán ilyen? Érzékenyek voltak, igen. Nem tudok róla. Padlizsán érzékenység szerintem nincs. Nem, hogy allergiás vagy a padlizsára. Hiszem. Az valószínű nem. Az nem. Na mindegy, hogy a vacsora vendégek rosszul lettek, mert ez a színésznő kedvenc étele, amit egyébként elkészített, és általában azt mondja, hogy ha ő meg akarja lepni a vendégeket, akkor ezt a specialitását csinálja a rakott padlizsán. Aha, de nem lehet, hogy ő pont attól ilyen sovány, hogy rendszeresen hánytatja magát a saját ételeivel? Simán lehet, hogy minden, bármit főz, attól mindig összeállja magát, igen. De nem is ez a lényeg, hogy a vendégek hánytak és rosszul lettek, hanem sokkal inkább arról szeretnénk beszélni, hogy minden otthon lévő háztartásban élő embernek van valószínű párja, aki főz, és mi van akkor, ha rosszul főz, ha megmondod, nem mondod, rosszul sikerül, mi van akkor, ha a kedvesed mindig ugyanazt akarja elkészíteni, és 26-ot szóra eszed meg úgy, hogy egyébként tudod, hogy bűrosz, hazudsz, nem hazudsz, mi van, ha vendégségbe hívnak, elmondod, hogy hát szörnyű volt, nem mondod el, vagy hogy beszéled le párodat arról, hogy főzzön. Ugye ez egy érzékeny téma, amikor a végén a feleség férj megkérdezi, hogy ízlett kincsem. Hát mit mondasz, finom szerve. Volt? Igen. Ugye? Ez egy érzékeny téma. Megbántod, nem Már bántod nem vagyok meg. Éhes. Ez a lényeg. Pont ettem benne a munkahelyemen. Ne haragudj, nem tudom most már. Tudod, már ilyen késő este nem eszem. Ugye ez egy érdekes dolog tényleg, hogy háztartásokban a feleség erőltet valamit, de szörnyen csinálja. Ha megmondod, neki megsértődik. Ha nem mondod, meg jövő héten is csinálja. Tehát egyikkel se vagy előrébb. Mi a jó megoldás? Valószínű, hogy Gwyneth Paltrow vendégei tudták, hogy szörnyű lesz ez a padlizsán, vagy ők még ártatlanul fogyasztották először. Lehet, hogy még az íze is jó volt, csak aztán valami ugye belekerült a dologba, és ott elveszett hát többször nem a fonál. Az vagy egyébként, hogy ezzel ki is alakult náluk egy ilyen Gwyneth vagy padlizsán fóbia, tehát legközelebb biztos, hogy vagy nem mennek el, vagy nem esznek, vagy csak padlizsán nem esznek. Ez miért, amikor ott ültök tizen, és valaki rosszul lesz, és úgy sajnálod, vizet hozol neki, majd rosszul lesz még van? Valaki. És utána te is. És utána te is, és utána még négyen rosszul lesznek. És kezd úgy leesni mindenkinek a tantusz, hogy hát akkor mi volt az, amit közösen csináltunk? Igen, és az, tudod, akkor védekeztünk, jó, és itt volt a padlizsán is. Igen, és tudod, egyébként tudod, hogy te vagy a következő, mert már 8-an rosszul vannak a padlizsántól, és összerókázták az aranyporcelánt, vagy a márványporcelánt, még a vendégszobában is, tudod, 6 szoba van Gwyneth Paltrow villájában, és mindenhol éppen rókázik valaki. A patrócsaj meg ugye, hogy hívják, azért rutinos, mert ő sok szeret a saját padlizsányát, valószínűleg már kialakult egy olyan védelmi rendszer a szervezetében, ami kivétel egy padlizsán rezisztencia? Erre gondolsz? Egészen pontosan. Tehát egy olyan padlizsán rezisztenciája van, hogy ő ehet már a saját padlizsányából, egészen nem lesz rosszul, nem. Ugye? És azt mondja, hogy na rohadékok, most megkapjátok. Ez olyan, mint az arzén régen, ugye, hogy az kicsit így elszegették. Jobb az íze. Én sajtot szoktam reszelni a tedd. Aki főz és ráerőlteti a családja a szörnyűséges főzcét, és tényleg írjanak nekünk olyanok, nyilván sokan járnak ebben a cipőben, hogy mama, papa, anyós, após főz, de borzalom, ahogy főz, vagy van egy specialitás, amit rosszul csinál. Ő vajon tudja, hogy az rossz? Vagy ő szent meggyőződéssel teszi le az asztalra, és eteti meg a rosszat úgy a többiekkel, hogy mindenki tudja a családban, hogy mama szörnyen főz. Nem, a szakács az Isten, még akkor is, ha otthoni, és amit ő csinál, a szent. Igen. És mindenki más egy rohadék, aki nem eszi meg, tudod? Tehát, hogy az viszont nagyon csúnya dolog. De elvárja az ügyeletes szakács, hogy neki elmondják, vagy ő miért sértődik meg? Én sose értettem. Mert dolgoztál vele, állsz a konyhában, rakod össze az ízeket, beleteszed a szíved, lelked, alapanyagé voltál mindent, piacon. Mindent, amit találsz. Mindent, amit találsz, igen. És utána... Veget a szegfűszeg, jó lesz az olyan. Csendi a két evita, fogjon már. Igen, maggi leves kocka, menjen az bele, de hát tejber is lesz, mama. Aha, tehát, de nem arról van szó, hogy akkor leszel jobb, ha neked megmondják, hogy figyelj, Feri, ez szörnyű. Tehát ne kínozd ezzel a családot, ez szörnyű. Nincs ilyen?
nem mondhatnak. Én elmennék hozzád, és nekem főznél valamit, és nem lenne jó, én tuti megmondanám, hogy Feri. Nem mondanád meg, a múltkor mi sem volt? Mondtad, meg két évvel ezelőtt, mikor nyáron nálunk voltatok mindannyian. Tehát jót főztél. Ja? Az jó. Nem, nem főzött jó. Na, végre. Jó, nem, jó volt egyébként. Majd megmondom nem. Neki adáson kívül. Volt de benne jó mondom. Is. Na, volt tessék, benne jó, volt benne jó benne is, jó látod? Jó, még... Már előbukkan. Na most ezután? Hát soha többet nem hívod meg. Hát nekem ne jöjjön hát, oda, amit ugrász. Hát ez ne jöjjön oda, mit ugrász viszont... megmondani. Egy nekem, aki érted, dolgozott vele, hát így lehet vele egy családanya is. Ért hozzá. Nem értem, hogy aki főz, és megmondják neki, ez nem jó, miért sértődik meg. Hát benne van, hogy nem ízlik a család többi tagjának. Tehát miért készül ki az, akinek megmondják, hogy figyelj, mama, ez nem jó, ezt ne erőlted, ez neked nem megy. Így gondoskodik rólad. És a valószínűleg ez a gondoskodás. Csinálja. Hát igen. A szeretet visszautasítása. Ráutaló jeleket kell tenni. Hogy hosszú távú kapcsolatról van szó, például nem árulok el vele annyit, titkot sem fog megbántodni, de életem párja, a szerelmem, sírik, holtom, mindig a holtom, blablabla. Igen, 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 tehát mit csinál rosszul a Mónika? Hagyjuk is, na, a lényeg az, hogy én például mindig azt mondom neki, hogy ne várd meg, amik az érek. Tehát amikor mondja, hogy majd ő megcsinálja, meg elkezdi, akkor mondom neki, ne, mindjárt otthon vagyok. És akkor ebből ő tudja, hogy én azt valószínűleg jobban készítem, mint ő. Viszont például, ha mondjuk úgynevezett kekstortát készít karácsonyonként, ami brilliáns, zseniális és csodálatos, akkor én azt mindig erőltetem, hogy azt csinálja, de csak azt az egyet. És ebből ő nyilván már kitalálta, hogy az összes többi az meg jobb, ha rám hárul. Értem. De akkor ő tudja, hogy ő nem jól főz. Aha, sejti. De sejti? Nem mindegy, hogy ő sejti, vagy nem, te megmondom neki, figyelj, ne főz, mert nem megy. Én jobb vagyok. Azt én értem, de te elmondod neki, vagy nem bántod meg, csak a főzni akar, finom a lebeszéled. Ugye pont az árnyalatokra vagy kíváncsi. Az, hogy figyelj, drágám, csapni valami főző, ne csináld, hagyd abba a gyereki a konyhából, vagy hagyd csak, majd én megcsinálom. Tudod, tehát terelés van, vagy elmondod nem, neki, figyelj, hagyd, ne csináld. Én finom arra utaló jeleket teszek. Tehát látod, nem mondod meg egyértelműen, de a Mónika már ezt megértette. Vette a lapot, intelligensnek. Ugye? Tehát, hogy normálisan közlöd. Itt valószínűleg az is benne van, amikor főző, hogy valaki azt mondja, jó, ez volt. Hát, és akkor persze, hogy az rosszul esik. Mert nyilván meg lehetne mondani szebben is a dolgot. Ez egy olyan érdekes, hogy egy ilyen nagy kollektív hazugság van a kajában. Elmész vendégségbe, és nem mondhatod el. Nem? Mert nem illik. Hát ha meg ráadásul nem családon belül van, hanem vendégségbe hívnak. Most tabúság? Hát most elhív a barátod, átmentek egy évbe kétszer, és a felesége igen? rosszul de főz. De hozzá akarok járulni ahhoz, hogy jobbá váljon. De megmondod a figyelj, Lacika. Nyilván az nem, asszony nem. Rettenetes, vagy az asszony figyelj, cserébe. Az ágyba is ilyen, amilyen a konyhában, mert akkor ha nem érted, igen. Akkor nincs mentség, hogy elvetted akkor ezt a zsarol. Ha igen, tartozol neki, hogy a családjának, hogy miért vetted el? Figyelj, szerintem abból azért már tanul egy háziasszony, hogy azt látja, hogy főzött ötféle kaját, oda volt a kirakva az asztal a közepén, és az egyikből csak egy kannával hiányzik. Az összes többi elfogyott. De mi ki az udvariasságból megevő, tessék? Én nem. Eszek mindenből. Én nem. Na de meg is ha nem ízlik, én paraszt vagyok, én ott hagyom. Tehát nem eszem meg valaki főztjét azért, hogy én udvarias legyek. De nem mondod meg, csak ott hagyod. Láttatom. Aha, tehát látják, hogy eszem. Hát, így van. Én nem eszem, mit te megeszel? Jó, és ha megkérdezik, na nem ízled Balázs, akkor mit mondasz? Hát, igen. De ha nem mond semmit, akkor köszönöm. Óvatosan tereled, hogy nagyon nem azt finom. Mondom, hogy nem az én ízlésvilágom. Tehát óvatosan tereled. Nem hazudsz. Akarom megbántani. De hát most mondtad, hogy őszintén beszélni. És milyen a te ízlésvilágod? A finom. Igen. Az ennél jobb. Hagyd a főzés. Nem veszem meg úgy. De ott hagyod, vagy azt, amit lenyeltél vissza, és köhögöd még, ahogy egyértelműbb legyen. Most, hogy ez lehet arra ugye. Miért kellene udvariasságból megenni? Tehát én azt nem értem. Hogy elém tesztek egy hatalmas adagot, bűrössz a kaja, és akkor most játszam el, hogy jaj, de finom, és tömjem meg magam egy olyan dologgal, ami nem jó. Azért, hogy én udvarias legyek, és megfeleljek valakinek, hát feleljen meg ő nekem, ha én elmentem vendégségbe, ha nem sikerül, és ő nem tud főzni. Miért büntessem magam azzal, hogy valaki nem tud főzni? Hát, ha ez karácsonykor van azért, hogy megkapd az ajándékokat is, mert általában a bontás előtt van a vacsora. Ez igaz, de már 40 éves vagyok, már nem az, hogy ha megeszed, akkor lesz ajándék. Ezt még 8 évesen megnyaltam. Azért 40 évesen ezt már kevésbé nyalom meg. Balázskám, ha megeszed, akkor tudsz majd fütyülni, és lesz ajándék. Mindenki annyi kanyállal legyen a hány éves, 45-öt rohadjál. Mit, te udvariasságból inkább megeszed? Persze. Igen? Igen. Az balegság. Hát szerintem óvatosan elmondhatod azt, hogy én másként szoktam készíteni. Na azért az óvatosan megmondom, pont a múlt héten volt például témánk, amikor elmondtad, hogy ő ezt őszintén akarja tudni, és így ültem az asztalnál. A szakmai továbbképzés most volt. Most melyikről beszélünk? Mert az étterem az más. Az igaz. Nekik az igaz. Szakma. De hogyha elmész egy barátodhoz, akkor ő feleségének most nem fogod azt mondani, hogy hadd ne mondjak nevet, hogy érted, hogy nem sikerült. Szabni varni biztos tudsz. Igen. Reméljük ennél máshol. Vagy most például tegnap érted, ott voltunk az anyósoméknál, most mondjam meg anyukának. Hogy? Mama nem erős? Hát
Nem? De nagyon nem jó. Mondd meg neki. Ne, nem mondd meg, hogy mama nagyon nem erős. Főz, nagyon szeretem. Már mihez képest? Nem mihez képest, mindenhez képest. Mindenhez jó. Képest? De most, most nyaller vagy, mert nem mered mondani, hogy, hogy mama csapni való a konyhában. Meg vannak hibái, de még lehet belőle valami. Isten, ilyen főz anyuka. Mit csinál a legrosszabbul? Például rosszul főzne, érted? Igen, most őszintén. Akkor megmondom. Valami, hova öntötted a húslevest? A kutyának, vagy beraktad egy üvegbe a zsebedbe? Szerintetek miért mindig mellettem a kutyájuk? Most ennek járjunk már végén. Valami bántja a felét, én úgy érzem. Na, mit nem főz jól a mama? Mit csinál nem? Nem. Hát mondd azt, amit jól főz, az a kevesebb, ahogy elmondtad, nem? Hát, de rövidebb lesz a műsor. Na, de neki például megmondanád az anyósodnak? Hát? Hogy anyuka... Na, én nem. Na, ugye, hogy nem? Mert hát oda kell menni ma jövő vasárnap is. Halló. Na, ugye, ezek ez után egy kényes nem. Kérdés, gyerekek egyébként. Vendégségbe udvarjas evő vagy-e, vagy a bunkón ott hagyó? Én udvariasan elfogyasztom, maximum legközelebb megyünk, azt mondjuk, hogy nem vagyunk éhesek. Nekem van olyan ismerősöm, akinél, hogyha ott hagyok valamit, akkor irgalmatlan sértődés van belőle. Simán ott hagynám, vigyél el hozzá vacsorázni. De az a baj, hogy egyébként meg marha jól csinál egy-két dolgot. Mondd azt, hogy itt van egy ismeretlen barát, ő a 11. és ott ülnék egy ilyen kis tudod, hogy előkével. És csak úgy hirtelen. Nem akarsz csomagolni, nem akarsz vinni, biztos azért, mert... Rossz. Aha. Hogy hívják? De akkor mond... Hogy hívják? Ja, nem, mondj egy nevet. Józsi. Józsi, azért. Na, például... Józsi, figyelj, azért. Azért, azért Józsi, akkor miért nem mondod azt, hogy 2 hónappal ezelőtt ettük nálatok azt a remek csoki parfét, hogy legyen az a desszert. Hogy fél év múlva ne azt hallgassa még megint, meg hogy ne halljon meg vissza. De a jót mond. Na, de ez milyen elvárás, hogy én főzök valamit, de nem mondhatnak arról csak jót? Hát ez egy szörnyű hozzáállás. De udvariatlanság más mondani. Meghívnak, ő vásárolt be, ott a lakása, főzött, dolgozott vele, te meg odamész. Én kértem, hogy hívjon meg? Én találtam ki, hogy vacsorázzunk nála. Az a baj, de most nem úgy érte, hát nem én mondtam, hogy Józsi, rendez már málad egy születésnapi bulit, hát figyelj, nem tudom. Van, amit olyan jól csinál, hogy én azért készséggel végigeszek mindent. Ja, hogy várod, igen, mindjárt a somlói, tarts ki. Mindjárt ott vagyunk. No, ne hagyd el magad, Ez az egy kanál még le tudod gyerni. Van egy rossz hírem, ma nincsen desszert. Sajnos elromlott a tejszínhabgép, nem készült el a somlóitól, és egy rakott karfial, hogy azonnal visszajön. Így az orradon át. Szóval végig eszed a kaját azért, mert hogy jön a desszert. Hát ez balegság. De hogy is, de még nem adtél abból a tortát. Néha nem eszed meg, nincs torta. Milyen vendégségek ezek? Ez egy óvoda. Azért mondom, milyen 6 évesek vagytok? Jancsika, nem eszed meg a rakott karfiót, nincsen torta. Nincsen. Milyen fura vendégség. Kinek ciki, vendégségben mondani, vagy otthon? Hogy rossz a kaja? Hát otthon nem ciked, a feleségednek mondd meg. Hát én is megmondom a Vikinek, ha valamit nem jól csinál. Hát meg otthon te főzöl magadnak, megmondod. Ja, az igaz. Hallod, Ferike, most nem volt az ennyire pengő. Hát tök jó, te elmondod te is a párodnak, vagy hát mondjuk nem te főzöl, de mondjuk én főznék, és megmondom, én csináltam olyat, hogy azt mondta a Viki, hogy soha többet. Nekem is eszembe jutott, hogy soha többet nem csinál. Nem is lett jó. Majd hazajön a Beri, talán még vele meg tudjuk etetni, de ő sem. Nem baj, a Berinek nem mondjuk el, hogy rossz lett, ő még ezt nem ismeri. Rájött. Úgyhogy szerintem ebből nincs baj. Na. És akkor mi van, hogyha valami éttermi dobozba rakod bele? Már hol, vendégségben? Hát otthon például. Már hogy éttermi dobozba? Hát figyelj, megfőzöd a kis cuccodat, aztán pedig belerakod egy ízébe, egy dobozba. Mint van ez a nem túl okos reklám, amikor ugye áttöltik a kancsóba, a dobozból a gyümölcslevet, és akkor olyan, mint ha ugye frissen facsart gyümölcs lett, hanem nyilván nem. Te azt mondtad, hogy étteremből rendelted, a kaját gyerekek ilyen lett, ne haragudj. Hát ez reális, hogy otthon megfőzöl olajszagban, előveszel 3 fehér doboz beletöltött, hamisítasz egy számlát, és még integetsz a futárnak, amikor jön a feleséged. Nem, viszlát, köszönöm, becsöngetsz és berohalsz. Megjöttek a ja. Ez egy teljesen reális felvetés, hogy áttöltött 3 fehér dobozba, ahol lerakod a számlát az asztalra, megterítesz, és a rendelt kajával várod a párodat. És elmosogatsz, elraksz. És... itt a film, kosz. Teljesen reális felvetés. Na jó, nézzük meg, jó? Tehát azok írjanak, akik nem bírják megenni feleségük, párjuk, anyósuk ételét, hazudnak, álesznek, asztal alá teszik a kutyának, zsebbe teszik, megmondják, hogy anyuka. Ez egy emberiség ellen elkövetett bűncselekmény, amit maga csinál Túros Pite néven, vagy tisztelettudóak, mint Jani és Feri, és egyszer rutinból fogyasztanak el mindent, amit eléjük tesznek. Lázadnak és megbántanak, mint én. Tahó módon, én ezt vállalom. Ki mit csinál, jó? És mit mond a párjának? Hazudik, vagy őszintén? 3:49 lesz, pontosan 5 perc múlva ez itt a Morning Show, a Klasszor, itt vagyunk, és egy olyan érdekes témáról beszélgetünk, hogy nagyon érdekes. Na, hát képzeljétek el, hogy... Ne! Tudnék így komfolni, mint ahogy komfoltam az E+-ban régen.
Anno 1000 évvel ezelőtt. Gwyneth Paltrow, ugye Paltrow, így ebben maradtunk. Paltrow vendégül látta barátait, és rosszul lettek a főztjétől. A színésznő rakott padlizsánt készített, de siker elmaradt. Az összes meghívott rosszul lett, és hát megtisztelte a márvány WC-t azzal, hogy hát igen, szóval hogy kijött belőlük. Nem, a viaszos vászon terítőt. A viaszos vászon terült el először, és arról beszélgettünk itt a hírek előtt, hogy megmondja az ember, ha vendégségben van, hogy nem annyira jó az étel. Megbántod-e a párodat? Jobb, ha őszinte vagy, mert abból tanul. Ne legyél túlságosan őszinte, mert akkor megsértődik. Ha az anyós főz és büntetően rosszul főz, elmondod-e, vagy nem akarsz vele konfrontálódni, vagy a feleséged. De... Szóval nehéz kérdések ezek, ugye? Hogy az ember mit mond? Őszintén ott hagyod, vagy inkább illedelmességből megeszed? Máshogy látjuk a dolgot, ti ugye az inkább a korrektül egyébként szebb módon viselkedve. Illedelmesen azért inkább megeszitek, én vállalom, de én azonnal a villát. Én azonnal a villát letevő, és nem. Jó, nem, az igen. Anyós, mama melyik kezével csinálta? Beledöfem a villát. Csak ide. Nem, gyerekek, nem, én nem vagyok hajlandó. Felállsz a tányérral a kezed, és megkérdezed, merre van a katyó? Ez nem. Szóval, hogy én nem eszem meg bármit, mondjátok nyugodt, hogy az óriás tavaság. Rövid az élet, mi? Rövid az élet ahhoz, hogy te valakinek a bűrosz főztjét illedelmességből magadba tömd. Ha engem valahova meghívnak, akkor ott megyek én anyóshoz. Akkor tiszteljenek már meg azzal, ha te már megtisztelted őket a jelenléteddel. Én arra gondolok, hogyha bárkit valahova meghívnak, akkor a meghívottnak, illetve pontosabban a meghívónak el kell fogadni, hogy nem biztos, hogy mindenki szája íze szerint főz. Ezen megsértődni szerintem hülyeség. Hát nyilván hozhatsz valamit otthonról, nálad nem úgy főznek, hát nem eszed meg, nem eszed meg. Hozhatsz otthonról. Olyan volt már, hogy elmentél valahoz, és vittél magaddal. És kis ételhordóban. Csak köszi szépen, hoztunk magunkkal mindent. Én vagyok hajlandó. Az azért, hogy ne tűnjek bunkónak valakinek a rossz, íztelen, túlzsíros, nem tudom milyen kajáját megenni. Nem. Tehát ezt nem. Na nézzük az SMS-eket, mit írnak a hallgatóink. A volt anyósom olyan mérhetetlenül rossz lazanyát csinált, hogy még a kutya se ette meg. Lehúztam a WC-n, amikor nem figyelt. Megkérdezte, kérek-e, még van bőven. Este az egészet lehúztam. Hát, bocsánat, te hogy vitted ki az asztal mellől? Ez egy érdekes kérdés. Hát gondolom, mama kiment állalni a konyhába, és gyorsan. Igen. Vendégségben a mamám leültetett, hogy készített valami újdonságot nekünk, de nem mondja meg, mi az. Odarakott elénk egy palacsintát, majonézzel töltve, díszítés egy fél uborka. Na, most mondd meg, ezt meg kell enni. De gurmé! Hát, de jó. Gurmé! Nagy nehezen lenyomtam udvariasságból, majd közölte, hogy sertés agyvelővel volt töltve. A fél család azonnal elkezdett ökrendezni. Ezt Kardi küldte nekünk. Hát... Igen. Anyós megkínált sütivel megettük, azt mondtuk finom, az egyszeret elfogyasztása is büntetés volt, szülinapomra egy teljes adagot kaptam. Látod, ez a büntetés, hogyha nem mondod meg, legközelebb ugyanaz lesz, csak nagyobb adag. Igen, legközelebb csomagolnak is. Meg kell mondani. Az én anyósom olyan rossz sütit csinál, hogy ebéd után az egyik unoka megkérdezte, hangya van-e a sütiben, mert hogy recseget a cukortól. Lehet, hogy ez koncepció. Ez igaz. Tehát, hogy érezd, hogy ebben igazi cukor van. Én annyit mondok csak, mama, kapcsolja ki a rádiót, mert jó ebédhez szól a nóta. Üdv, Dagi! Jaj, de szép! Ez jó gondolat. Nem szeretem a rizibezit, ezért gyermekkoromban, amikor anyukám azt csinált, az övtáskámba rejtettem, később, amikor kimentem biciklizni, a hátsó kertben kiürítettem a táskát, legalább a madarak jól laktak. Így egy hallgatunk. Anyósomnál az udvarlás időszakában udvarjasságból mondtam, hogy a sütemény széle a legjobb. A házasság után az 5. évig küldte nekem a körbevágott süti szeleteket, csak a szélét, mire a nejem finoman lebeszélte róla. Na, milyen érdekes, hogy a mama megszereti a lányának a férjét. Igen. Aki megdicséri a süti szélet. Így van. És elkezd szeretetből küldi. Mert szerették. Mert mama nem érti az üzenetet. Nagy süti széle volt a legjobb. Igen. És akkor te meg ezt tönkre vágod mama, azzal, a széle hogy... a legjobb, mert ez legalább megégett. Annak elvette az íze. Legalább nem olyan. Íze annak sincs, de nem nyers. Igen. Apus jelöltem első látogatásomkor rákot csinált, illemből megettem az egész tányérra, kegyetlen volt az az éjszaka. Életem legszörnyűbb éjszakája volt, a kedvesemért megérte. Ez a büntetése annak, aki nem meri felvállalni, hogy az étel nem ízlik. A barátomnél vacsoráztunk, a ragú tejbe grizízű volt, a rizs dagadt, a mágyarakás karácsonyi beigliből. Újrahasznosítás. Udvariaskodtunk, de nem volt jó. Múlt héten történt ezt, Kati küldte nekünk. Sziasztok, srácok! Én azt mondtam a kedvesemnek szelíden, ezt most a sors számlájára írom, de soha többet ne csinálj ilyet egy darabig. És a végén egy mosoly. Így az Zoli. Így az Zoli. És akkor ez, hogy ez aranyos? Ez hát a tálalás az nem mindegy, aha, hogy mondod meg, igen. Zoli, itt van egy hallgatónk, halló, jó reggel! Jó reggelt, sziasztok, Fruzsi vagyok. Hello, Fruzsi! Na, mi történt? Vendégségben voltál, vagy te voltál az áldozat, akinek megmondták, hogy nem sikerült jól? Nem, nekem nem mondták meg. Barátnőm nagymamáját költöztettük a hétvégén. Hát nagymama,
ugye én nagyon finomnak tűnő paradicsomlevest készített. Hát én ott annyit vettem csak észre, hogy olyan fura mellékíze van, de hát ugye udvariasság, én bekaranasztam. És csomagolt is nekünk belőle, és amikor a 3 éves kislányommal ettük, akkor már mind a ketten benyomtuk a felét, amikor észrevettem, hogy valamilyen fura, ilyen köröm alakú dolgok úszkálnak. Nem köröm volt, hanem kukatok. Oh. De azért te is milyen jól vagy kódolva, hogy elmész egy vendégségben, nem ízlik. Csomagolnak neked, és azt még este megeteted a saját gyerekeddel. Tehát ez az igazi illendőség, hogy neked nem ízlet, mellék íze volt. Egye meg a gyere. Bár a gyerek is mondtad, Beni nem tudta, hogy rossz. Odaadtátok neki. Ez volt így egyébként, igen. Figyelj, Fruzsi, és kukacok voltak a paradicsom levesben? Igen, valószínűleg lisztavas volt, amit csináltam a mama. Úgyhogy gyorsan hívtam a barátnőmet, hogy ne egyék meg a levest, mert hogy ők is kaptak belőle. Úgyhogy hát ennyi. És mama egyébként nem főz túl jól? Mármint a barátnőm mamája, te nem erős? Nem tudom. Én most ettem életemben először is valószínűleg utoljára nálam, de amúgy nagyon kedves volt meg. Hát nyilván az ember elfogadja. Kell az erő a költöztetéshez, úgyhogy... Kukacos paradicsomleves, az nagyon kemény. De akkor te is az vagy, aki illendőségből inkább megeszed. Tehát nincs ez a... Igen. Áldozat igen, vagy. Igen. És a gyerek mit szólt, mikor megevett, ráharapott az első kukacra? Hát ő előre úgy kellett elragadni. Na hát neki ízlett. Semmi baj, hogy ehhez van szó. Nem lehettem megmondani neki kukacos elevet. Ezt most már nem kéne megenni, de ő még szeretne enni. Nem, ezt nem szeretném. Hát miért nem szűrted át? Hát miért nem fogtál egy szűrőt, átszűröd? Hát miért nem csuktad be a szemed? Fruzsi, köszi, hogy elmondtad. Ciao. Sziasztok. Hello. Szia. Az én párom ebben a témában brutál, mindig kifejti a véleményét. Volt olyan szitu, hogy kért fűszert a háziasszonytól, hogy legyen íze a kajának. Meg is mondta, hogy szörnyen főz, ezt Anita küldte nekünk. Direkt rosszul főzök, hogy ne kelljen gyakran. Milyen szép hozzáállás. Ez mondjuk okos, igen. Ha nincs rosszul a család, vagy nincs visszhangja, akkor nem végeztem jól a munkát. Az én anyósom almás sütit sütött több tepsivel, az apósom meg az ablakon adogatta ki a kutyáknak. Milyen szép. Apa. Anyósom gépsonkából főzte a csirkemel pörköltet. A kutyánk se ette meg. Ezt mondjuk Atta azt küldte. Nem csodálom. Atta. Hát. Elég komoly technológiai hányosságok vannak. De nem szeletelbe vette, az biztos a gépsonkát. Egészben nagy kocka. Az. Igen. Barátomat borsópörköltel vártam otthon, ami elég ízlelen lett. Ő közölte vele, hogy adjam a hajléktalanoknak, de annyira felidegesített, hogy az egész a kukában landolt. Zsaki küldte nekünk. Egyszer sunyiban belefűszereztem a mama főzcébe, az öreg mondta, sunyizhattál volna kicsit többet. Igor. Ugye mennyire érdekes dolog ez? Igen. Igor küldte nekünk. Na jól van. Na, játék határok nélkül fejlemények bonyolódnak, kérem szépen. Ugye érdekes ez a dolog, ami zajlik, mert hogy ugye hát trükközés. Trükközés van, és régi időket idéz ez, hogy állami televíziókban hamisítanak különböző dolgokat. Más értelmezés. Máshogy értelmezik igen. Ugyanazt az eseményt az oroszok és mint mi, mert hogy ugye ezért nem hazudnak. Máshogy értelmezik, igen, és hát 15 évnyi szünet után Magyarországon forgatott játék határok nélkül című vetélkedőt, egészen fura és megmagyarázhatatlan módon, úgyis mondhatni rejtélyes módon, két csapat nyerte meg. Megnyerte egyrészről a magyar csapat, és ezt tálalta a magyar közszolgálati televízió, mint ahogy megnyerte az orosz csapat is, és ezt tálalta az orosz állami televízió, és aztán még ott kicsit a szemét franciák is megpróbálnak bele mahinálni a dolgokba, fura módon ők egyébként az oroszokat hozzák ki győztesnek. Ez egy meglehetősen erős ellenmondás. Így nincs akkora súlya a dolognak, de mégis érdekes, hogy van egy tét nélküli, vidám, az országok kicsit összetartozásáról szóló játék, ahol nyilvánvalóan a végeredmény kihirdetés valaki hazudik. Hát azért van egyfajta szomorú üzenete is ennek. Nem lehet az, hogy nem néztük meg a többi országot? Hányan voltak ebben a vetélkedőben? 8 ország mondjuk? Két érdekel, de nem jutottak még kategória felé. De lehet, hogy felé. Ők is nyertek. Érted? Hogy az a koncepció, hogy ebben mindenki első. Tehát mindenkinek leforgattak egy ilyen végét, ahol tartja a kupát. És akkor azt az összes olyan ország, aki ebben benne volt, azt mindenki a saját országában úgy tálalja, hogy megnyerte. Mert akkor érted, ez... Sopper lesz Brüsszelben. Na de ne legyen már ez, hogy mindenki úgy tálalja, hogy akar ezt a magyarok nyerték, ha ők nyerték, feltételezem, hogy ők nyerték, vagy hát legalábbis remélem, hogy ők nyerték, és nem kell nagyon csalódnunk, hogy itt tényleg az oroszok kamuznak.
akkor nyerjük már meg mindenhol mi. Na most az érdekes egyébként a történetben még az, hogy ugye van Wikipédia oldal. És a francia oldal, erről beszéltünk, az oroszokat jelöli meg szintén győztesnek. Mm-hmm. Ugye a francia eredetileg a műsor. Ők az oroszokat jelölik meg, viszont a francia és az orosz Wikipédia oldal még egymástól is különbözik. Tehát, hogy oké, hogy az oroszokat jelölik meg győztesnek, de alatt aztán teljesen más a sorrend, viszont közös győztes az orosz fél. Aha. Nem a magyar. Nálunk a magyar. Hát, mert Putyin szólt, hogy nekem mindegy, hogy ki van a második, a harmadik, negyedik, akárhanyadik helyen az elsők, mi legyünk. Igen. De hogy miért az oroszok mellé állnak a franciák? Hát nekem csak ez a gyanús, mert a magyar azt mondja, ő nyer, az orosz azt mondja, ő nyer. Oké, mindenki eldönti, hogy ki nyer, de a franciák meg mit szólnak vele? A franciák ártottak már nekünk. Hát nem keveset. Sokat. Sokat ártottak már nekünk, most megint el kell viselnünk. Már megint el kell viselnünk ezt a dolgot, hogy minden Franciaországban dől el. Hát ezt nem akarjuk még egyszer. Figyelnek most az oroszoktól a franciák? Kapnak tőlük olajat, gázt, kaviárt, traktort, kaviárt, tankot. Ehhez a Nógrádit kellene fel. Milyen, lehet, hogy fegyvert szállítok, mit tudom én, a francia hadsereg, az orosz hadseregnek. Ezt nem tudjuk. Nem tudjuk. Hát mindenesetre most arra vagyok kíváncsiak, hogy a két köztéve közül melyik mond igazat. Biztos az orosz hazudik, Jani! Kikérem ezt? Ja, ne, ne, hát csak azt akartam mondani, hogy bárki is mond igazat, meglepő lesz a vége. Mert ugye van ez a külön játék, ez a falmászás, falmászás bajnok, a külön játék. Marha jó pofa egyébként. Most várjátok, azt megnyerték nagyon. Valójában az oroszok. De azt értette, hogy van egy játék, amit lezárnak, és akkor utána van még ez a játék, mert az valami extra falmászás. Jó, az. Az egy extra. Az egy extra játék. Tehát akkor már kiderült, mert ugye a játék folyamán a pontokat adták össze, és akkor már... Ez a hagyományoknak megfelelő játék. Ez a Champions Ball. És akkor már a Gundiék számára állítólag kiderült, hogy ha bárki nyeri meg a falmászó játékot, akkor se lehet több pontja, mint a magyaroknak. Tehát mi ott elkezdtünk ünnepelni. Lehet, hogy ezek a fiúk elszámolták magukat? Kik a magyarok? Igen. Hogy még nem volt meg a győzelem, és utána az oroszok behúzták ezt a falmászós játékot, megnyerték, az azért kapott pontot hozzáadták az addigihoz, és azzal viszont már ők nyertek. Hát... Csak kérdezem, hogy hát, ha itt a hiba. Matematikailag csúsztunk el. És ugye gyanús, mert tegnap egész nap kerestük a Gundit, de már nem értük el. Lehet, hogy... Hallgató írta, hogy... Berendelték? Moszkvában van. Igen. Lehet, hogy a Gundi már a porton van Moszkvában? Már hirtelen berendelték gyorsan, hogy akkor... Nu Gundel Takacsovic. Nu Pagagyi. A Gundit tegnap óta nem tudtuk előkeríteni. Aha. A Levi még él, mert a Levivel mindjárt beszélünk, ugye ő is ott volt, vagy műsor vezetője volt, de a Gundi tegnap óta nem érjük el. Tehát itt lehet, hogy megindult egyfajta tisztogatás. Igen. Most várja, a Levi azért is gyanús, mert ő viszont rajta van az orosz videón, ahogy átadták. Hát állítólag ír egy hallgató, hát az nem biztos, vagy tényleg ott van? Rajta van? Hív a Gundi? Aha. Ja, akkor mondnak, hogy most nem Moszkva. De hív, kérdezek a Gundit, hogy egyben van-e, meg hogy mondnak, hogy most már a Levi nekünk... Telefonál, akkor nem tudjuk fogadni, mert soha már. Mondnak, hogy fegyver... is, neki van. Hangos is ki, hogy adásra egy fegyvert tartanak a fejéhez? Jó, várjál, vissza kell hívjam. Ja, csak megcsörgeted? Ne, hát nincs már a számláján. Látod? Már blokkolták a kimenőjét. Hát nem is az ő telefonja. Mondnak, hogy ki van hangosít, hogy élő adásban van. Kavarit Moszkva? Táváris Gundel. Ki vagy hangosítva? Na, élsz, Gundi? Élsz? Persze, hogy élek. Azt jelentem, hogy miért jelentetek el, mert én teljesen hallgattam a műsort, és azt hiszem, hogy én itt vagyok. Mi a számod, Gundi? Mondd már be! Figyelj, visszahívunk. Mondd már be adásba, visszahívunk. A Balázs azt mondja, hogy mondd be a számod adásba, visszahívunk. Igen, és hát képzeld el, én is tudom, mert visszahívtalak. Na, jó, Feri, a Gundi, mondnak a Gundinak, hogy mindjárt visszahívjuk, csak a már szegény Levi is le van szervezve, beszélünk a Levivel, jó? És visszahívjuk a Gundit is. Addig egyél egy pirogot. Igyál egy vodkát, addig iker. És mi kérnek, hogy a szájpeszket vegyék ki a szádból, hadd beszélje. Jó, Levit most már leegyeztettük, hogy hívjuk fel a Levit, jó? És azt írja, hogy hallgatók, nem, az Origón volt egy cikk, abban a francia cég is nyilatkozott. Én azt a cikket nem láttam egyébként. Azt láttam, hogy a magyar, az MTV-vel lehozott egy nyilatkozatot a francia producertől, amiben egyébként a francia producer elmondja, hogy a magyarok nyerték a játékot. Tehát, hogy van egy ilyen is. Van egy... De akkor miért írta ki? Tehát a francia producer? Olivier Charpentier. Charpentier. Ja, hát ha Monsieur... A nemzetközi producer Olivier Charpentier. A Monsieur Charpentier ezt mondja, hogy mi megnyertük, akkor mi a francia hát írja ez ki? Az. Hát ez az. Na? Hát ez az. Hát? Gyerekek, ha beleállunk ebbe a beszélgetésbe, tényleg rohadt hidegtelünk lesz. Na. Úgyhogy vagy elengedjük és hagyjuk, hogy az oroszok nyerjék ezt a játékot, és meleg lesz, vagy nem engedjük, de akkor vége van.
Viszont ha a sejlevék nem fognak fázni, biztos olajkazánjuk van. Ha ő is ott volt azon a képen. Igen. Azért mosolygott a Levi a képen, igen. Kapott egy szép bolgát ajándékba. Itt van Harsányi Levi, hello Levi, jó reggel, ciao. Jó reggel, sziasztok. Hello. Na hát segíts nekünk kiigazodni ezen a szörnyen, nem tudom milyen történetem, mert itt aztán most már a franciák meg az oroszok masszívan hazudnak. Gondolom én, hogy így van, nem? Hát így nagyon jól teszed a kérdést, ugye ezt nem lehet tudni ki. Mi gondol ebben, én annyit tudok csak elmondani, hogy ugye én ott voltam. Magyar változatban, amikor kihirdettük a végső győztest, melyben aztán a magyarok nyertek, diadalmaskodtak, át is adtuk nekik megfelelően az ezért járó kupát és serleget és díjat, és mindenki örült, mint mi is, és mindenki szépen hazament. És én ennyit tudok. Aztán persze, amit ti is már elmondtatok, az is igaz, hogy ennek a játéknak volt egy úgynevezett Champions Ball, a bajnokok fala, külön játéka. Aha. Amit az oroszok tettek. Azért ők kaptak külön egy kupát. Ez a kettő ugyanez, amit a Feri felvetésre válaszolnak. Azt nem tudom, a kupa legyártásánál nem voltam ott. Valószínűleg, hogy ez két különböző kupa. És abban viszont ők nyertek. Ezt meg is erősítette a francia próbára, hogy mondtátok. Igen? Levi, olyan furán szól az új Bluetooth-ad a csajkádban. Tényleg, egy pincéből beszélsz, és írod, hogy AK-47-es tartanak a fejed. Ez kihangosítom vagyunk, Levi, mert nagyon nem jó a vonal vezet. Igen. Hát tegyem, akkor meg kell állnom, hogy szabályos legyek mindig, tudod? Nagyon, ez nagyon tetszik, hogy erre így odafigyel. De átveszel minket, hogy félre tudsz állni, mert így nagyon visszahogos. Egyrészt félreállok, másrészt meg most figyeljetek a változás. Tadadadám! Igen. Nooo! Ez milyen jó! Hát akkor semmit nem hallottatok eddig. Megvoltál. Figyelj, de állítólag van egy olyan felvétel, ahol ti azt mondjátok, hogy ez a francia tévében ment le, hogy te sajnálkozol, hogy majd jövőre mi nyerünk? Ez lehet? Ez egy hallgató idején, ezt nem tudom. És állítólag hallatszik a te hangod, hogy te sajnálkozva mondod, hogy nem baj, hát fel a fejjel, majd jövőre nyerünk. Ez valóban elhangzott? Vagy ez valóban... Ezt én nem láttam, nem tudom. Ha ilyet mondhattam, az valószínű, hogy csak a Champions Forra, a bajnokok falára. Szarul a hurok? Szarul? Hát nem annyira. A lényege. Hát vagy ezért nem emlékszel rá, Levi, mert hogy egy héttel korábban vettétek fel. A külön díjat adod. Te akarnyi műsort szerkesztett. Nagyon jó, úgyhogy ebben nem menjünk bele. A dolog lényege az, hogy ennek a játéknak ez a két része volt. Ez a külön díj, amit kaptak ugye az oroszok a Champions Forért, és a másik az összjáték végeredményeképpen, amit mi nyertünk. Én ezt tudom, ugye amit ti kérdeztek az alapvetően szerkesztő, meg szerkesztő kérdés, én mint műsorvezető voltam jelen, amit nekünk mondtak, és ami akkor az ottani szabályok szerint valós volt, mi az alapján jártunk el, és mondtuk be Vargadit kolléganőmmel a végeredményt. És ti láttátok egyébként, vagy akkor feltűnt, vagy akkor ti észre se vettétek, hogy az oroszok bőszen ugyanazt a kupát emelgetik, vagy ti csak arra gondoltatok, hogy két egyforma kupa van, amit ők a Champions Bowlért megkapnak, mert ők ugyanazt a kupát emelgetik, amit a magyarok emelgetnek, amikor győznek. Azért ez nagyon érdekes. Azt nem tudom, hogy ugyanaz a kupa-e. Már hogy ugyanolyan legalábbis. Aha. Na így már lehet, hogy helyes. Ezt nem tudom. Tehát ott azért egy ilyen nemzetközi produkciónál, egy ilyen nagy stúdióban, hát több száz ember volt, de tényleg súlyos. Ott, hogy a háttérben, hogy mellettünk, vagy előttünk, mi zajlik, hogy mindent nem látsz, és nem tudsz, és nem is figyeled, teljesen normális. Mi arra koncentráltunk, hogy a jogosan megnyert magyar csapatnak átadjuk ezt a kupát, díjat, aminek örültünk, és ennyi. Hát meg profi műsorvezető vagy. Számla Leadig arccal a pénztár felé, örül. Persze. Megsértődik, hazamegy. Fél profi műsorvezetőként azt csinálod, amit a füledre mondanak, és a füledre azt mondták, hogy nu most Lévi, gratulálni elvtársaimnak, kupa megnyeréséhez. Oda menni, mosolyogni. Igen, és nem nagyon értettem, tudod, Jani, tehát ezért kellett, hogy kérdezett. És akkor mondták, hogy gáz rendben, mondom, akkor jó. Gáz rendben, paks, oké. De akkor mondd meg nekem, hogy a franciák miért írják az ő oldalukon, hogy az oroszok nyertek? Hát miért ekkora rohadékok? Miért kell ennyire nyalni az oroszoknak? A Wikipedia oldalukon még mindig az van fönt, hogy az oroszok nyerték a versenyt. Balázs, ezt a franciáktól kellene megkérdezni. Hát de hogy? Hát te vagy ott a tűznél. Ott vagy a tűz melegébe. Én nem beszélek francia, hogy kérdezzem meg tőlük, Feri? Hát érted? Ezt a terelést. Teljesen. Most már biztos, hogy orosz kéne. Logikus. Várjál, azt miért nyomtam? Azért már észre, hogy terel, orosz kém. Igen, az is lehet. Na, már az is lehet. Már minden vagy. De azért néha fejvlak titeket, hogy megkérdezem, hogy ki vagyok. Tegyük tisztába. Jó van. Gundival beszéltél azóta? Neked meg volt? Mert nekünk nincs meg egy napja. Most került elő, de ez is nagyon gyanús, hogy most hirtelen előkerül élőadásban. Tehát ez nagyon fura. Majd most meghallgatom, mert hallom, hogy vele is fogtok beszélni. Gyanítom, ugyanezt fogja mondani, mint én, de meghallgatom.
Jó, jó, mindenféle. Mindenképpen. És nézd meg az új képeket, amiket felrakott a Facebook oldalra. Lomonoszov Egyetem, Kreml, Lenin mauzóleum előtt. Na jó, van, Levi, hát akkor igen, akkor azt erősíted meg, amit olvastunk, hogy az oroszok és a franciák itt a rohadékok. Jól van. Tudsz rubelt váltani? Jól. Tízig, jó van. Köszi, Levi, jó munkát neked, vigyázz magadra. Ciao. Hello, Sanyi Leventének, köszönjük szépen. Hello. Keveset mondott, nem nagyon beszélt. Nem vett meg. Nem tudok franciául. Fél, ilyen kamuszagú. Nem, ez engem még nem győzött. Hát ő nem itt valami nem stimmel. Haveri a kuki, haló. Igen? Nézd, Feri, én egy csomószor mondom, hogy nem identitást, hova tartozást, ne keverjünk a műsor. Hát, ugye Levinek a haveri a kuki, ez az ő magánélete. Haveri a kuki, aki meg francia. Van akinek a puni, van akinek a kuki, hát a Levinek a kuki. Miért kuki kell most a... Hát de hogy ő meg francia. Ide keverni azt, hogy francia kuki. Miért, mihez azokkal vonzódik. Miért azokkal barátkozik, akik kell a nejeink? Nem ér. Igen, régen nagy csajozógép volt, fura, hogy azóta haveri a kuki. Átváltott haveri a kuki, ő meg francia, tehát megvan az a vonal is. Na jó, fejvük a gundit is egyébként. Valószínűleg nyilván ugyanezt mondja. De ha már volt ilyen drága, hogy bejelentkezett, akkor hírek után felhívjuk és beszélünk vele, hogy mondja el, hogy egyrészt hová tűnt az elmúlt egy napban. Balázs Wikipédia, menj és írd át. Tényleg nem tudjuk átírni? De lehet, hozzá lehet szólni. Hát a Wikipédiát bárki szerkesztheti. Simán. Ezért egy megbízható adat. És a francia forrás oldalon hozzá tudok szólni? Ugye, magyarul, persze. Büdös csalók, mi nyertünk? Nem tudunk egyet beírni? Legalább érezzék a nyomást. Szerkesztő tudsz lenni. Tudsz, de meg kell adni különböző elérhetőségeket, és igazolni kell magadat. Aha. Egy e-mail címmel. Akkor a Balázs nevében csinálj. Levi, a telefonszámommal, igen. Szerintem mindenképpen. Vlagyimir Iljics Levi. Nagyon jó duma. Ezt írták a hallgatók, igen. Na, csak egy mondat erejéig, ha Gundi volt már ilyen drága, és fölhívott minket, hogy mondanak két szót, akkor természetesen megtiszteljük azzal, hogy visszahívjuk. Nyilván azt tudja megerősíteni, amit Levi mond, tehát nagyon új dolgok már nem derülnek ki. Minden esetre az ügy szórakoztató. Tehát, hogy szenzációs azért, hogy ez milyen korokat idéz, nem? Amikor állami televízió az oroszoknál, reméljük, hogy ott nyilván hamisít. A franciákat kevésbé értem, ha közben a francia producer elmondja, hogy igen, mi nyertünk. Hogy az ő oldalukon továbbra is miért az oroszok vannak győztesként, az elég. De ez az jó, elég fura. Amikor egy hírműsor úgy kezdődik, hogy és ki győzött? Nézőpont kérdés. Egy korrekt tájékoztatása. Igen, vizsgáljuk meg ezt a dolgot több szemszögből. Na, itt van velünk Gundel Takács Gábor, jó reggelt kívánunk! Jó reggelt! Visszaengedtek, de jó! Már itthon? Igen, én nem tudom, hogy miért nem értetek el, nem azért mondom, de a Bliknek, a Borszak is, még a Klubrádiónak is sikerült, úgyhogy valamit tegyetek össze. Ott csak kinyomtál minket, Gundi, emléksz? Dehogyis. Nem. Lehet, hogy rossz számot hívunk, az Anna nyomozott utánad, aztán már a lerobbant, ez is gyanús, hogy próbált téged elérni, ma már ő sincs. Tehát se Gundi, se Anna, nagyon, nagyon fura volt. Mert mondta Anna, hogy tegnap arra hivatkoztál, hogy a Vöröstéren nincs elég térerő, és nem fogunk tudni. Na, hallottad, hogy mit mondott a Levi az ügyből kifolyó? Hallottad. Ugye? Tudsz még valami újat hozzátenni? Mint rangidős. Kijavítani fiatal kollégát? Nem akarom még kijavítani, mert ő volt ott, én nem voltam ott minden felvételi napon. Hallod? Csak ugye föltettek itt kérdéseket az oroszokkal, meg a franciákkal kapcsolatosan. Annyit tudni kell, hogy ez nem ugyanaz a konstrukció, vagy nem ugyanaz a produkció, mint ami volt annak idején. Kicsit hiányolom is a régit, megmondom őszintén. Ezt a műsort pillanatilag egy ne... Studio, hanem egy francia magáncég gyártja. És ez a műsor ebben a formában jó néhány éve működik, és az oroszok benne vannak. Tudni kell egyébként, amit kérdeztetek, hogy az oroszok teszik bele a nagyságrendileg a legtöbb pénzt. Tehát miközben Budapesten forgattuk ezt a műsort, az oroszok külön stúdiót béreltek, ide hoztak 150 nézőt, akiknek semmi dolgok nem volt, csak hogy szurkoljanak a felvételek során, ide hoztak egy csomó celebet, szóval iszonyatos pénzt tettek bele. Hogy kinek mi az érdeke, meg milyen pénzügyi viszonylataik vannak, ezt innen nem tudom, csak azt tudom, meg azt láttam, hogy a franciák, a francia producerek, ez a francia magáncég, ez az oroszoknak gyakorlatilag minden kérését teljesíti. Na most azt is tudni kell, hogy ez a műsor éveken keresztül abban a formában került képernyőre, Oroszországban is és Franciaországban is, meg a többi országban, ahol ez működött, hogy lejátszották az öt játékot, amit ti is láttatok, majd az öt játék által kialakult sorrendben indult ez a bizonyos Bajnokok fala című játék, és az nyerte a játékot, aki végül is ugye a Bajnokok falán első lett.
Hát igen, ám csak az oroszok erre nagyon hamar rájöttek, hogy elég ezt az utolsó játékot megnyerni, és akkor a többivel nem kell foglalkozni, és így is történt. Az oroszok idehoztak minden játékba három ilyen falmászó specialistát, és semmivel nem töröttek, csak megnyerték ezt a falmászó játékot, és aztán hurrá, Oroszország Vlagyivosztoktól egészen a keleti vagy nyugati határig nagyon örült, mert hogy már megint mi nyertünk. Na most ez nagyon hamar kiderült számunkra, hogy ez így nem lesz jó, és ezért mi, a magyar stáb, a magyar producer Bányai Gábor azt mondta, hogy ez így nem lesz jó. Tehát az egy nagyon, Magyarországon az egy nagyon rossz tévéműsor, hogy bármi van, az oroszok nyernek. Ugye? Látsuk, nem jó az üzenet. Nem magában sem jó, de ebben az országban pláne nem jó az üzenet annak, hogy bármit csinálsz, az oroszok nyernek. És ezért született az a változtatás, hogy akkor gyakorlatilag bontsuk ketté ezt a történetet, játszunk egy játék határok nélkül 5 játékkal, ennek van egy győztese, és utána lejátszuk ezt a bónuszjátékot az oroszok kedvéért. De ezt ők elfogadták, vagy ebbe belementek? Vagy ez egy magyar változtatás volt? Hát ők belementek, csak az történt, amit mi ott sejtettünk, de most már tudunk is, hogy ők pontosan úgy csinálták meg ezt az egészet, mint az elmúlt években, hogy az orosz néző rá nem jött arra, hogy ez most ebben az évben nem így volt. Nem ez volt a megállapodás. Ja, tehát kvázi elhallgatták a szabálymódosítást, és úgy vették föl, és úgy adták át a díjat, mintha ők az egész versenyt akkor megnyerték volna. Ki a probléma, csak az úriember, aki ezt meg, na mindegy, úriember, aki ezt megírta, az ugye nem kérdezett meg ezzel kapcsolatosan senkit se, csak az orosz barátja jelentette neki, hogy az orosz televízióban nem mi nyertük. Ez a comment.com, igen. Hát igen. Na most az, hogy a franciák, miközben a francia producer, aki itt volt Magyarországon és legyártotta ezt, vezettenek a műsor legyártását, kiadta ezt a nyilatkozatot, hogy mi nyertünk, és ehhez képest a francia televízióban miért az oroszokat hozták ki, hát ez én nem Na tudom, ez a kérdés, mert hogy az oroszok szemétkednek, oké, de ugye, hogy a franciák és a francia Wikipédia oldal és a francia rendező, mindenki az oroszokat hozza ki győztesnek, na az az igazán fura, hogy az oroszok hamisítanak, hát most oké, persze, ez hát nagyjából ezt várja tőlük az ember. Két oka lehet, de ezt mondom, ez innentől kezdve csak koncepciógyártás a részemről, hogy mégiscsak az oroszok tartják el a műsort, B, a Franciaországban az elmúlt években ebben a formában sugározták a műsort, ebben a formában szokták meg a francia nézők, és ezért nem akartak rajta változtatni. De nem tudom. Egyébként mi utána néztünk, például az egyiptomi televíziós műsorban, csak hogy tovább cifrázzam a képet, az egyiptomi televíziós műsorban szintén Magyarország. Na, ja, azt hittem, azt mondta, hogy az egyiptomi, az egyiptomiak, mondom, hát na, azt kész. Akkor már tényleg, akkor hagyjuk abba. Hát akkor ne induljunk el, ha az egyiptomi televízióban az egyiptomiak nyertek. Igen. Az már tényleg vicces. Jó, így akkor érthető a történet tulajdonképpen. Hát, kivéve a francia szemszöget. Eléggé az utolsó pillanatban kerültünk bele ebbe a produkcióba. Ez mindenki, mert már évek óta szó volt arról, hogy van ez a műsor, be kéne szállni, de évek óta mindig az volt, hogy valamiért nem szállt be a magyar televízió, és aztán tavaly úgy alakult, hogy bármi van, tehát akár beszáll a magyar televízió, akár nem, akkor is Budapesten fogják leforgatni pénzügyi okokból. Nem állok egy nagy titkot, ez egy nagy filmstúdióban forgatta le a stáb 8 nap alatt a 13 adást. Elég az utolsó pillanatban kerültünk bele, és hát azért menet közben az látszott, hogy ennek a francia producer cég általi szervezettség azért elmarad egy kissé az EBUS változat, a 90-es években látott változattól. Tehát például én mondtam, hogy miért egy játékvezető van? Annak idején minden csapat hozott magával egy játékvezetőt, meg volt egy főbíró, egy semleges, a belga, a Döni, akit azóta is emlegetnek, hogy mi van Dönivel, és akkor oda lehetett normálisan figyelni. Miért egy bíró van, aki nem tud egyszer adott esetben 6 játékost figyelni, miért nem hoz megint minden csapat egy játékvezetőt? Remélhetőleg idén ez már így lesz. Ha voltak ilyen problémák, amikor igyekeztünk megküzdeni, és igyekeztünk egy normális televíziós műsort csinálni ebből az egészből, de az, hogy arra őszintén szóval azon nem vagyok meglepődve, hogy az oroszok saját magukat hozták ki, mert ez már ott menet közben látszott, hogy ez nem, ezt azt mondták, hogy jó, csináljuk így a kis hülye magyaroknak, majd mi úgyis összevágjuk, hogy a franciákat miért így csinálták, miközben a saját producerük kiadott egy ezzel ellentétes nyilatkozatot, erre nem tudok válaszolni, de az én hibám, sose értettem úgyis igazából a francia nép lelket, a sajt és a bor az rendben van, a
többit azt sose értettem, de nyilvánvalóan ez az én hibám. Igen, azért ez egy fura lehet látni, hogy van egyfajta közvetítés, amit mindenki átvesz és forgatnak van külön az oroszok, nem? És az ott egy másik valóság. Más a történés, más az eredményhirdetés, más minden. Tehát ők ugyanabban a csarnokban, ugyanabban a filmstúdióban egy másfajta valóságot forgatnak. Azért ez tanulságos. Nem lehet, hogy ilyen nyelvi problémák miatt alakult így ez az orosz álláspont? Tehát azt tudjuk, hogy ők például a megszállást és felszabadításnak fordítják. Igen. Kellett volna egy jó tolmács. Gundi, itt a falon ugye nem egy helyről indulnak a játékosok a falon. Így van, tehát az öt játék által kialakult sor ennek megfelelő különbséggel indul. Tehát akinek a legtöbb pontja van, az van legfelül, jól értem? Igen. Na de igen. Várjál, mert akkor én most megnéztem ezt a videót. Melyiket? Az albánt, a spanyolt, a svájcit, az egyiptomit, a franciát, vagy melyik? Hát ez egy francia. Igen. És ott az oroszok indulnak legelőről. Tehát az azt jelenti, hogy nekik volt ebben a pillanatban a legtöbb pontjuk. Ez most a döntőben? Jó, hát te is kérdezel mindent, tehát itt rákerestem a cikkek között, és ott kérlek szépen az van, hogy, hogy az orosz ember áll legelől, a magyar ember sárgában van, egy nem tudom, ilyen harmadik helyen. Akkor lehet, hogy ez nem az a videó? És nem az az év, és nem az a műsor. Aha, a 13 adásban volt ilyen mászás, jó, most oké. Melyik, a döntőben biztos a magyar indult legelőről, volt olyan nap, amit az oroszok nyertek természetesen, tehát lehet, hogy te egy olyat láttál, azt nem tudom. De az a szabály, hogy az öt játék után kialakult sorrendben, és a pont különbségnek megfelelő különbséggel, ugye egy ilyen kis grádics, ahova beakasztották azt a söprűnyelet, az egy pontnak felelt meg. Tehát a döntőben a magyar indult előre. Jó, oké. Jó, Gundi, azért ha megállsz egy piros lámpán, és ilyen fura lesötétített gamercik állnak meg melletted egy balról, egy jobbról, akkor azért, hogy finoman kezdj el gondolkodni, hogy mik lesznek a kifogások, amiket majd mondasz, hogy miért kellett ezt egy adásban elmondani. Kanyarodj arra, merre intenek. Jobban játszik. Az a baj, hogy én 1964-ben születtem, és abban a rendszerben nőttem föl, amikor mindent az oroszok mondtak meg, és biztos, hogy van bennem egy kis ellenállás, de azt gondolom, hogy ez most nem ezért meséltem el, hanem azért, mert így történt. Hát persze, döbbenet egyébként, hogy mit csinálnak. Na jól van, oké, tehát a lényeg, hogy mi ezt megnyertük, ez a legfontosabb, aztán, hogy ki mit mond, tényleg a rohadt franciák meg menjenek a fenébe, hogy az oroszok hamisítanak, tehát az elmúlt 100 évben ők csak ezt csinálták. Jó, gyerekek, akkor visszakérdezek. Tehát miért kéne meghamisítani a magyar televízióban egy játék határok nélkül eredményét? Most te arra gondolsz azon cikkekre és felvetésekre, akik felvetették, hogy az MTVA hamisít? Igen, mert már van egyébként egy ilyen üldözési mánia, meg kezdek kialakulni frontvonalak, amit nagyon sajnálok, hogy... Na jó, hogy de azért akkor öntsünk tiszta vizet a pohárba, az elmúlt egy-két évben azért az MTV-vel rászolgált arra, hogy azért legalább felmerüljön egy-két olyan de dolog. De nem ilyen típusú műsorokban. Nem ilyen típusú műsorokban, de azért adott okot arra, hogy elgondolkozzunk, hogy egyes híradók, egyes tudósítások mennyire valóban a közszolgálják, és mennyire objektívek, vagy éppen nem. Magánemberként azt szeretném tőle kérni, hogy amikor az MTV-ról beszélünk, vagy velem beszélgetek az MTV-ról, akkor azokról a Hát ezért nem is kérdeztünk másról, persze. Nem. Te az, hogy mit történik a híradóban, vagy más műsorokban, azzal kapcsolatosan én nem szeretnék semmit. Na de ez csak a válasz volt a te felvetésedre, hogy miért gondolnál azt valaki, ne adj Isten. Valaki azt gondolja, hogy a híradó manipulál, vagy valaki azt gondolja, hogy a játék határok nélkül manipulál, azért az nem ugyanaz. Hát az nagyon nem. Nyilván ez az összemosás, ez nyilván ez a cikkre gondolsz, amit tegnap megjelent. Ezért kéne az újságírásnak az alaptörvényét betartani, még akkor is, hogyha valaki blogger és nem újságíró, hogy megkérdezem a másik felet is, hogy te, hogy volt ez? Csak hát ez nem történik meg felé. Ő se tudta a számodat. Hát igen, ő nem is erről híres, hogy megkérdezze a másik felet. Igen, ő azokat szereti, ahova meghívják. Valószínűleg az MTV még nem hívta meg egyetlen műsorba se. Ha meghívjátok, jó barátotok lesz, higgyetek el. Tehát a TV2 sokszor meghívja, és akkor nekik már nagyon nyal. Hidd el, ha meghívjátok, nektek is fog nyalni. Amíg nem hívjátok meg egy műsorba, vidd el egy játékhatárok nélkül, ültess be valahova, adjál neki popcorn, jót fog írni. Ha nem hívod meg, nem a barátod. Intelligens ember, ő tudja, hogy neked van igazad, csak nem érdekel. Igen, van annyi fájdalma, hogy megértjük, hogy miért ír ilyen. Tudod. Jól van, Gundikám, vigyázz magadra! Ciao, hello Gundinak, köszönjük szépen! Szevasz, Gundi! Hello! Nem kérdeztük meg, hogy mi van Dönivel. Ja. Most valójában tényleg mi van Dönivel? Így van. Mondja meg nekem valaki, mi van Dönivel. És hogy hánytól hányig lehet megnézni az általunk nyert díjat Moszkvában, és hol? Most hagyjátok abba, gázzal fűtünk. Gyerekek, vége van. Hát jön a Putyin, ezt akkor meg föl kell vetni. Azért ezt meg kell veszni. A magyarok nyertek, akkor tessék mindenhol kiírni, hogy mi nyertünk. Nem ám aztán itt kamuzunk, nem? Rohadt francia. De tényleg. Morning Show. Hisztis nő, szilveszter napján egy kanadai nő utazott, vagy hát legalábbis utazni szeretett volna, de nem jött össze neki, mivel lekéste a kompot, és óriási hiszti csapott, ennek egy része lement már a zene alatt, apró kis
gombnyomogatások közepette, annyi gomb van ezen a pulton, a fene vigyel. És arról beszélgetünk majd, hogy milyen kellemetlen, amikor az ember párja úgy hisztizik, hogy hát már az ember nem tudja leállítani, legyen szó férfiről, nőről, egy idő után tud kellemetlen lenni. Amikor úgy rendez jelenetet a te párod, hogy már te is éksz, nem, és már neked se jó, színházba vagy, reptéren vagy, villamoson vagy, csititanád, leültetnéd, próbálnád meggyőzni. És már minden olaj a tűzre, bármit igen, mondasz igen, neki, megpróbálod nyugtatni. A csititás az pont az ellenkezője. Igen, van egy ponton, már te is az ellensége leszel. Ugye? Jó, az de... ilyen típusú embernek egy adott ponton már te is az ellensége leszel. Jó, de ha nem csitítod, akkor megjön a... Na most miért hallgatsz? Igen, nincs jó út. Igen, ha csitítod, nem vagy vele, ha hallgatsz, akkor áruló vagy, és nem állsz ki mellette. Tehát igazából nincs jó út, és ezt szerintem elég sokan megtapasztalták, hogy... Hát, hogy ez mennyire kellemetlen tud lenni. Egy picit még belehallgatunk igen, ebbe igen, a... Igen, mindenképpen, bár lehetett hallani, csak az Aerosmith nagyon bezavart. Az a baj, az Aerosmith egy kicsit zavart. Most gondold, ő a feleséged. Utaztok szilveszter napján, kandaiként, kompal, vagy legalábbis kompal szeretnétek menni. Álltok a jegypénztárnál, és azt mondják, hogy nincs jegy. Nincs jegy. Itt kell tölteni egy éjszakát. Feleséged még azt mondja, hogy akkor ezt kapjátok ki. Ez csak egy részlet egyébként. Valaki fölvette. Hallod a hisztit? Kezem. Ha így tetszik. Ez ki lehetett. Szerintem a videókészítője járkál körbe-körbe a beszálló pult előtt. Itt már toporzékol. Itt mondod neki, hogy kicsim, ne olyan hangosan? Mit mondasz? Mondjuk ezért a hangért nem mennék hozzá fel a férjük. Nagy műsornak kell lenni a hálóba, hogy mellette maradj. Hát nem tudom. Lehet, hogy műsor közben szóval, is jön. Ja. Szóval nem tudom, hogy megéri-e a dolog, igen, hogy bármikor elszakadt egy ilyen nő mellette, egy óriási műsor a hálószobában, mert szerintem hát nem tudom, hogy kompenzál-e. Mert valószínű az egyébként, tehát tényleg a néni azért nagy műsor, de... Hát, ha nem kapod el rendesen, véged van, azt tudod, ez a típus. Persze, készen, úgy lesz lerendezik. Tehát ez vagy nagyon elkapod, vagy azonnal véged van, és azonnal kicsinál. És egy 10 emeletes panelban az elég kellemetlen. Igen. De hogy mit csinál ilyenkor? Először kik csinálják ezt, igen, nők vagy férfiak? Szerintem a nők hamarabb durrannak el, tehát hamarabb mennek bele a hiszibe. Ha férfi hisztizik, akkor az viszont nagyobb botrány. Mert egyrészt nem számítasz rá, hogy egy férfi jön ezzel, hogy ő fog hisztizni, másrészt meg az olyan fura látvány, nem? Egy habsítól, hogy ilyen fejhangon visít, toporzékol. Most persze nem csak azt kell, hogy a pasik visítanak, toporzékolnak, hanem a belekötnek az előttük állóba, morognak, jelenetet rendeznek. Hát ha így visít, toporzékol, az kellemetlen, ha ezt egy férfi csinálja. Tehát olyat azért az ritkábban van. De vannak pasik is, akik beleállnak ebbe a konfliktusba, és úgy rendeznek jelenetet, hogy elkezdenek hőzöngedni, verekedni akarnak, miközben ott áll a gyerek, meg az anyuka. Én nem egy ilyet láttam. Hát kellemetlenül viselkedik, amikor van egy adott szituáció. Az nem a konkrét iszti. Ugye? Tehát, hogy az nem biztos, hogy konkrétan hisztinek lehet mondani. Ez mindenhol kellemetlen, nem? Nagy színház, étterem, az étterem is egy ilyen. Minél vannak annál cikibb az egész. Igen. És te az ott, nem a Balázs? Tudod, azzal a nővel, aki ott toporzékol, és sikít, és üvölt, és most képzeld a szituációt, hogy hál' Istennek a Viki nem ilyen. Nem. Én nem tudom, hogy az túlélném. Nem tudom. Viki se szokott. Viki határozott, de nem. Így hisztizni, toporzékolni nem szokott. Oda megy is üt egyből. Viki őrjöng, és az nagyon kiegyensúlyozott. Tehát, ő hoz egy szintet, az nagyon jó. De nem lép át egy másik tartományba, ahol már reped az üveg, ő egy szintet hoz, de azt... Mert hát ő amúgy is azt szereti inkább, a visszafogott könyörtelenséget. Igen. Tehát, ő a csendes gyilkos. Tehát ő úgy mész ára, hogy mond 3 mondatot, és te már több sebből vérzel. Fekszel a kövön, és még bevisz egy mondatot, tudod is. Így és már nincs esélyed, mert már a torkod is. De te akkor megint a kocsiban vársz, nem? Az utolsó mondatnál. Én hagyd, engedd el. Ne. Tudod, én ne csináld. Nem ér annyit. Nem ér annyit. Volt már a földön rugdosod, már halott. Nem ér annyit. Volt egyszer, repültünk haza valahonnan, és ült előttünk egy srác. És... Na, benne kicsit nyugos volt, álmos volt, fáradt volt, nem volt könnyű vele repülni egyébként. És én előre néztem a két ülés között, és láttam, hogy a srác SMS-ezik. És beleolvastam az SMS-ében, és olyan dolgokat olvastam, amit ennek 2 óráig nem mondtam el a Vikinek. Mert tudtam, hogyha elmondom, akkor vége van. Leszállunk a repülőről.
elmondom nekem, mikor várjuk a csomagokat, hogy egyébként volt egy srác, aki... Elkapta? Odállt mellé. Fölvette a telefonját, mint egy barátjával beszélgetne, és telefonon keresztül mondta el, hogy milyen volt az előttünk ülő. A srác már menekült, láttam zöld határ, piros, mindenhol próbáltam. Ment utána. Végig ment utána, kinyert, hogy kicsinálta. Nem, én elolvasom az SMS-ét, és rájöttem, hogy nem ír szépet, de leginkább a gyerekről nem ír szépet. És akkor én finoman elkezdtem ezt, hogy Bennikém egy kicsit halkabban, mert a bácsi nem biztos, hogy tolerálja, hogy te ilyen vagy, meg nem mindenki szereti a gyerekeket, meg értsük meg, hogy vannak gyerekek és embergyűlölő emberek. Tehát én de ilyen finoman, de nem mondtam el a Vikinek, mert tudtam, hogy az két órás szörnyűség jönne erre az emberre. A leszállásnál ezt elmondtam, hát utána még ő tudod, hogy hibásszál, ugye? Anyatigrisként vetette egészen a Ferihegy 2-t, gyorsforgalmi úti intézte. Jó, de azt az ízekedvéért már úgy voltál vele, hogy azért csak megnézed, hogy mi lesz belőle. Nem? Hát unatkozott, hát, dobjuk meg a bulit. A repülőstúl zárt. Ott túl, az bezárt nagyon. Sok kockázat, de a végé, ezért kíváncsi vagyok, mit hoz ki belőle. Igen, csak olyan mondom, na. Kapd el. Csináld ki. Rózsa Bimbo. Nálatok inkább ki a hangadó? Tehát nálad béka olyan, hogy tud jelenetet rendezni úgy, hogy már te csitítod, és mondod neki, hogy ez már ő vissza, határozott. Nem kéne. Az én csinálj, igen. Nem ér annyit. Az én gazdám nagyon határozott, amit szoktam volt mondani. Az én gazdám. Ezzel mindent el is árultam, de ő nem alkalmaz ilyeneket. Ő hasonló egyébként, mint Viktória. Tehát ott is komolyan odaállás van. Kino és verbális gyilkolás, persze, mi? Persze. Ilyet nem szokott csinálni, ilyen hisztit, csak otthon. Bocs. Amikor nem jó táskával állítasz haza. Igen, rossz a táska. Ezt megúsztam, de régen volt olyan csajom, aki hasonlókat tudott csinálni, és egyetlen egy menekülési útvonalad van ott hagyni, bármilyen ciki, bármilyen helyzetben. Volt, hogy én étteremben hagytam ott. És mondtam a srácoknak, a pincéreknek, hogy majd visszajövök kifizetni a számlát. Mondtad, hogy én most inkább mennél? Igen, én mondtam, hogy ne haragudjatok, ez az egyetlen kezelési mód, ha ti tudtok jobbat, csináljátok, én itt hagyom, és majd egy óra múlva visszajövök kifizetni a számlát. De mit csinál? Nem tudsz mit csinálni, mert tényleg az van, ha azt mondod, figyelj, kicsim, itt ülnek még 50-en. Ne csináld. Kérlek, ne csináld. Nem annyit az ne, ég. Igen. Ez mintha így az étolajos flakont így megfúd, és az égőt ugye... Ne csitíts! Én megmondhatom, amit akar. Ilyen beszari vagy! Jó, mondjad, szia, majd jövök. Igen, mikor ilyen feleséged lenne, még meg is rángatod, nem? Tehát, hogy ez... Ez nagyon sok. Hát ez már tényleg halálosak kellemetlen. De nálad Moni is be tud indulni, nem? Nem, nálunk tehát az nálatok van. Nálatok inkább úgy vannak az erőviszonyok, hogy ő tetszíti ott, és ha kell, akkor ő lép nagyot, nem? De az a baj, hogy ő ijesztő. Tehát, hogy ő neki nem van egy olyan tulajdonsága, de én ezt nagyon tisztelem benne, meg valahol szeretem is egyébként, mert bennem nincsen meg ez a fajta ilyen fellépés, mint ami benne megvan. Tehát, hogyha ő érzi, hogy valami lekezelés van, vagy arrébsöprés, vagy valami méltatlanság, akkor így látom rajta, hogy így fogja a pultnak a szélét, amiből 10 másodperc már víz fakad, tudod, elfejér ennek így az új bütyke, és akkor ez a titánium ötvözeté válik az arca, és mert van valami probléma. És te egy titos, vagy mi van? Tehát ilyenkor te menekülsz, ott hagyod? Nem, tudod, de az a baj, hogy ilyenkor nem tudod, tehát hogy ráfogok a mondjuk az alkarjára, megfogom a csuklóját, és így nem tudom elmozdítani. Tehát, hogy tudod, egy ilyen izébé válik, egy ilyen, hogy hívják el, egy márvány szoborra. Igen, már magnéziumot teszel a szájába egy kis izomlazítónak. És félek tőle, tudod, hogy útjára indítja. A rettenetes balt, vagy a rettenetes jobbod. Hogyha nem állsz ki, akkor te is puha vagy? Tehát van az a pont, amikor már... Feléd fordul, és azt mondja, hogy... Nem. Tehát nincs az ellened fordulás pillanat, amikor már nem vagy elég kemény. Ő nem közveszélyes ebből a szempontból, de hogy az a baj, hogy neki volt az életének egy pontosan egy ilyen szakasz, amikor egy ilyen, tehát hogy bármikor, bárkivel, és így leállt így brusztolni, tudod, szórakozó helyeken, tehát azért férfiakkal verekedni, én azt gondolom, hogy nem... nem elegáns. hogy nem olyan nőies dolog, de hogy... neki rohant férfiak. Hát ő nagyon rock'n'roll arc volt annak idején. Tényleg? Az menő? Az menő? És főleg, hogyha nagyon sokat jártak szórakozni a húgával együtt, és hogyha mondjuk a húgát valamilyen atrocitás érte, akkor simán. Bárkit hátborgol. Tényleg? Persze, ő nagyon kemény az, volt. Azért az erős. Hát látni ugye, a csajodat, férfiakat verni, az kemény. Meg ugye azért egykori dobóatlétaként, ön diszkoszvető volt, hát azért van egy húzás a karjának. És még mindig. Azért tudod, van úgy, hogy mentek valahova, és csak így rondán nézzek rá, és akkor én mondom, Móni. Igen. Csináld ki. Móni. De most már fegyelmezi magát, tehát hogy ő is érzi, hogy nem teheti meg, tehát hogy azért volt az időszak, azt már lezárta,
Hála jó Isten! Egy picit azért azt gondolom, hogy nekem is volt benne szerepem. Most már csak verbálisan nyíltam is. Tehát, de látom rajta, tudod, amikor ilyen, hogy hívják el, válik, ilyen acélossá válik a tekintet. Tudod. És elborul az agy, és egyébként tényleg nem tudsz. Tényleg és akkor, nem tudsz, ha csinálni. Ki tudnék nézni a fejből, akkor valószínűleg azt látnám, hogy itt futnak le ilyen adatok itt baloldalt, balra, jobbra, tudod, hogy fókuszálnak a különböző a célpontokra a kis karikák, és akkor ki a veszélyesebb, ki a nem, kit kell elsőnek, ki kell. Megvan. Igen. Mindenki feje fölött egy kis keresztjel, tudod, és megjelölve, igen. Fiúk, igen. Ma karapén azzatok írjegy. Potenciális veszélyforrások száma. Csak őszinték vagyunk. Igen, őszinték, hogy mi általában a nők ilyenek, tehát azért bennük van sokszor inkább a nagyobb lendület, ha akcióról vagy hisztiről van szó. Őszintén ez tök imponáló. Tehát, hogy én nekem legalábbis ez nagyon bejön. Tehát én mindig szerettem az ilyen kemény, belevaló, tényleg magukért, meg a szeretteikért kiálló, kőkemény csajokat. A hátba rúgott férfiak esete nekem azt tetszik kifejezetten. Az nagyon jó, hogy ilyen sókosuk is rúgással így függőleg, és vízszintesben repül a Mónia diszkóba, hogy hátba rúgjon egy férfi. Nem, voltak azok olyan kifinomultak. Azért az nagyon kemény. Inkább hatékonyak voltak, mint kifinomultak. Azért az nagyon kemény. Az én csajom alaphangon ilyen, így beszél, amikor kedveskedik, ezt Laci küldte nekünk. Az én volt barátnőm úgy hangoskodott, kiabált, meg csak egy olyan témája volt, mint a VÁB utastájékoztató rendszert el is hagyta. Jobb is témából. Jézus, értem ezt. Csak amíg ez kibogoz a Lacihoz egy kérdés, aki azt írta, hogy az ő csaja alaphangon ilyen, így beszél, mikor kedveskedik, hogy de mit tud még? Ugye? Ami miatt. Igen. De nem bántóan kérdezem a dolgot, csak ezt hallgatni, amikor vele vagy. Igen. Volt egy párom, rendszeresen hazaküldte a barátainkat, ha vesztett pókerben. Jézus, menjetek innen! Takarodjatok, igen. Kislányom hisztizett egy áruházban, az eladónő próbálta csitítani, picit más, most nyilván nem a gyerekekről beszélünk. Ne sírjál, hát olyan csúnya vagy. Majd amikor leesett neki, mit mondott, így folytatta. Már amikor sírsz, mert egyébként gyönyörű vagy. Yeah. Írt egy hallgató. Igen. Én hiszizek, egyébként nagyon utálom, olykor teljesen elborul az agyam, nem tudok gondolkodni, utána szégyellem magam. Ezt Ivett küldte nekünk. Hát igen, az én feleségem nem hisztis, csak igen nagy igazságérzete mellé nyers stílus párosult. Így nemes egyszerűséggel, ha nem tetszik neki valami, mindenkit elküld a... Aha. És mielőtt reagálni tudnának rá, ott hagyja őket. Persze én ezt ilyenkor már tisztes távolból nézem. Ha látom, hogy a ballábával kitámaszt, akkor jön a tornád. Látom, már van az előjeleit, tudja? Ott fölállsz, eljössz. És azonnal eljössz. Ez a legjobb, amikor ismered tényleg a feleségedet, vagy kedvesedet, szerelmedet, és akkor így te már tudod, hogy, és így legszívesen mondani ennek, hogy ne, nem tudják, mit kockáztatnak. Ne! Igen. Hiszti Dűke, egy emlékkoncerten voltunk a párommal, aránylag elsősorban megjelentek a tini lányok hatalmas bohóc kalapban, semmit sem lehetett látni tőlük. Párom lekapta az egyikről a kalapot, ledobta a földre, és toporzékolt rajta egy kicsit. Nagyon jó, férfi. Dani írta, valószínűleg pasi az, aki csinálték. Aha. Üvöltve közölte velük, hogy nem illik ilyet csinálni, mert más nem lát tőlük. Nem tudom, hogy sírjak vagy nevessek. Színházban a kajáért hisztiző, majd duzzogva lelépő férfi párom botrány volt. A nők többször, de férfiak intenzívebben nyomják, írja Zsófi. Hogy álltok a színházban, a szünetben, és ott van egy kis büfé, és nem jut sorra, aha, és elkezd hisztizni, és elvonul? Kellemetlen. Rövid volt a szünet. Az exemmel én csak a Dunaparton mertem szaktani az emberektől távol, mert olyan durván tudott hisztizni. Az ilyen meg akarsz beszélni egy családi problémát, akkor el kell vinned valahol. Valami elézé, csak, de, nyugi van. De miért jöttünk ki megint ide a gémes kútól? Ortobány! Azért az is milyen kemény lehet. Az ének szemgyenge 2 milliós kárt csinált a lakásban hiszti közben. Na olyan nekem még nem volt. Azért ez a török zúzok az nincs meg. Nem volt tányérosod? Nem, tányérosom ilyen nem. Ilyen még nekem sem. 2 millió érték a házban. Hát jó, nem is 2 millió. Most, igen. Nálatok az fel kéne gyújtani a házat. Hallott, az egész utcát kéne felperzselni. Nem, nálad volt törőzúzós? Szintén régi kapcsolat. Tényleg? Együttélős kapcsolat. Abban és azért úgy van tűz? Abban van, volt is, egyéb helyeken is, tehát hogy nem volt azzal semmi baj, csak az volt a vita lezárója, amikor már ezen túlestünk, ezen a fajtasi, ennyire nem sikítozott, de nagyon, és az volt a végső érv. Konyhaszekrény, kicsap, volt, hogy ajtó leszakadt, kivesz, de nem egyet, az egy az amatőr. És abból tudtad, hogy mekkora a baj, hogy amikor 5-öt kivet, 5 tányért, hogy az egészet egybe, vagy egyesével. És elkezdte egyesével. Hogyha több adó volt a kezében, ha több adó volt, mi sem bírtuk sokáig. Elfogyott az étkészlet. Igen, már mógrásból ettetek. Rohadtul utáltál dobozból enni.
Hogyha több adó volt a kezében, akkor egy adó, egy tányér, egy adó, egy tányér, egy adó, ne. Egy tányér. Ha csak egy nagy adó, akkor az egészet egyszerre. És utána elnézést kért és összetakarított, vagy te mentél? Nem, akkor duzzogás volt, de én nem takarítottam fel, hát nem én törtem el. Halló. Összetakarította utána, az nagyon kemény. Az én párom építész, egy érthetetlen ügyfél addig húzta az agyát, amíg hozzávágta a monitort. A mobiát 3 havonta cseréli, mert hetente földhöz vágja mérgében, üdv Zoli, ami azt jelenti, hogy a csaj vágta hozzá az ügyfeléhez a monitort. Azért az is nagyon kemény. Na volt pasima vásárolni voltunk, és nem ment rá az MS-re. Nadrág, mondom, hozok egyel nagyobbat, erre felborította a kis ülőkét a próba fülkében, és csapkodta a függönyt, és üvöltözte, hogy az nem lehet, hogy mi egy méretet hordunk. Ott hagytam 10 perc múlva SMS, gyere vissza, és tegyünk úgy, mintha neked vennénk. Kaptuk SMS-ben. A Tesco-ban vásároltam, amikor apám egyszer csak ott termett, kitépte fülemből a fülhallgatót, és üvöltött, hogy miért kell rádiót hallgatni, hogy gondolom. Így nem hallom, hogy ő megszólít. Megjegyzem, 38 éves vagyok. Ezt Ildi küldte nekünk. Köszönjük szépen. Most már értem, miért csak sütizik a Jani. Ez mire vonatkozik? Vagy micsoda, hogy mi? Miért csak sütizik, ezt nem tudom, ez mire vonatkozik. Jó, mondjuk náluk azért a családban volt egy-kettő ilyen, de nem... Hozott anyagból dolgozik? Persze, nem akarom, hogy hívják, nem akarom nagyon kibeszélni a nővéremet, de azért volt már olyan az ő életében is, hogy megindult a kezéből egy családtag felé egy ilyen fél kilós, hogy hívják, patikai krémes tégely. Ismeritek ezt az üvegtégelyt? Nem, só volt benne, akkor sót tartottunk benne, és maga az üvegtége is körülbelül egy ilyen fél kilós darab lehetett. Hát is egy ilyen kis családi szóváltás keretein belül elindult. Repült a körömvirág? Igen, és arcán landolt. Az arcán? Aha, nem az ő, nem, ő küldte el. Igen, de már jól van. Ő küldte el a nővére. Pasira? Jaha, és hát és kezelte is vele a problémát. Azért ott van tűz. Fölkapni egy ilyen fél kilós háztartási krémet és hozzávágni valakihez, ott van tűz. Tisztelem, becsülöm, imádom, szolgálom őket. Ilyenkor te hátradősz, megnézed rá a műsort. Éjja, figyel, de ezekben a nőkben van valami. Azért hogy lehet úgy szeretni. Ők azért nem picit komolyra fordítva a szót, ők azért tényleg nem áldozattípusok. Az ilyen típusú nők azért nem hagyják azt, hogy bármilyen kapcsolaton belül is alárendelt szerepet játszanak, vagy hogy az ügyengeségükkel visszaéljenek. És azért sajnos van sok negatív példa is arra, hogy nagyon sokan visszaélnek a nőknek a sebezhetőségen. Na most azok a típusok, akikről mi beszélünk, és hál' Istennek mondjuk a párjaik is ének, ők nem. Ők Brünnhildák. Az én párom szilveszterkor kiment és lelocsolta vízzel a tűzijátékot, aztán toporzékolt rajta. Nem tudtak aludni a gyerekek, igen. Na jó, hát köszönjük szépen az SMS-eket. Igen. Barátnőm hiszített, hogy kérjem meg a kezét, most azért, hogy vegyem el. Ha ilyen lesz a házasság, nem kell. Pisti, nagyon gondold meg. Igen. Ha már ezt így kell kikényszeríteni hisztivel, az eljegyzés. Még van lehetőség. Igen, még van lehetőség. A Klassz FM. Gyerekek, a hét híre, hát próbáljuk megfejteni, hogy történhetett. Ritkán foglalkozunk ilyen kényes témákkal, de... Azt akarod mondani, hogy ez a heti hír zuhatag csúcspontja? Ez a koktélcseresznye a tejszínhab tetején? Ez a gesztenyepürén, a tejszínhab, a tejberizsen, a megybefőt, a nagymamán, a... Ez az a pillanat, amikor a szatén szalvettával megtörlöm a számat, leteszem és elégedetten hátradőlök egy fantasztikus vacsora végén? Ez az. Pont jó hasonlat. Ez az? Ez pont az. Nagyon igen. Kíváncsi vagyok rám. Gyomor forgató látványi szakfogadta a távolsági buszsofőrjét vasárnap délelőtt. Hozta le egyébként igen. Ezt a szaksajtó. Szegedről Csongrádra érkező járat egyik ülésére valaki elvégezte azt a kis feladatot, ahol amit ugye hát nem a buszon, és nem inkább, leginkább nem az ülésen szoktunk elvégezni. Már érzi a koktélcsere. De várj, ez kis feladatot, vagy nagy feladatot végzett el, mert kicsit... Nagyot. Micsoda koktélcserkó a végén. De várj, a hír egyébként tényleg döbbenetes, és szedjük apró darabokra, mert hogy a Délalföldi Közlekedési Központ ZRT adta ki ezt a hírt, mert hogy állításuk szerint még ők se nagyon tapasztaltak ilyet, és hogy ez valóban nem történt tettenérés, de hogy ez állításuk szerint mindennek az alja, és hogy nehéz bárkit is felelősségre vonni, viszont nem értik, hogy a dolog hogy történhetett. És hát időzzünk el egy pillanatot azért ezen az ügyön, hogy ez valójában de miféle szemérmetlenség kell ahhoz, és gátlástalanság, hogy azért azt te megcsináld egy volánbusz hátsó ülésén, hogy lerakszod egy zilbelsőt. De ez most csak egy ilyen szemtelen közlemény volt, amit ők kiadtak, és elküldtek a különböző hírportáloknak, meg mindenféle ilyen hírekkel dílelő szervezeteknek, vagy pedig kiállt a pulpitoshoz a szóvivő, és azt mondta, hogy
leszarnak minket az utasok. Tehát, hogy egy ilyen érzelemtől túlfűtött, és kikérem magamnak, és kicsit csalódottak vagyunk, mert mi mindent megteszünk. Szerintem ez az elrettentés, illetve, hogy tudják, hogy nekik milyen nehéz a dolguk. Tehát, hogy nem könnyű azért egy buszsofőrnek, és amikor összeszedi a tejfölös dobozt, meg a reklámszatyrokat, meg néhány otthagyott sálat, hogy azért közben egyébként mivel kell szembesülni egy buszsofőrnek. Beáll a remízbe, ez volt a nap utolsó fuvarja, hátra megy, veszi a kis kalapját, veszi a kis táskát, fütyörészve már gondolja, hogy mindjárt otthon van a családján, megöleli a feleségét, megcsókolja a gyereket, hogy visz nekik ajándékot, leül, tévézik, kinyit egy sört, hátra megy a székek között, néz balra, néz jobbra, és egyszer csak ott van előtte. Van még egy utas kula bácsi. Egy mosolygós kupac. Bennem ilyenkor nagyon sok kérdés van, de hál' Isten nem csak ezen hírek kapcsán, hanem mindig elkezdek gondolkodni. De most, ha ez a hír, akkor kezdjünk el itt gondolkodni egy kicsit, hogy ez mégis hogy történik. Tehát ül valaki egyszer csak melletted, aki elkezd furán fészkelődni. Te ülsz mellette, és megkérdezed, hogy mi a baj. Tudok-e segíteni valamiben? És azt mondja, hogy hát aranyom, az a baj, hogy nagy baj lesz, ha nem szállunk le. Emberek vagyunk, mindannyian jártunk már így, hogy nem értünk oda időben, vagy csak éppen hogy, ugye? Ki odaért, ki nem. Ne tessék nekem ilyet mondani, családos ember vagyok, de köszönöm az érdeklődést. Majd látod, hogy az utas melletted elkezd nagyon fészkelődni, kinéz, nézelődik, egyre hevesebben izzad, néha egy picit nyög, de érzed már, hogy tényleg nagy baj lesz. Majd a következő pillanatban használhatod, hogy felgugol az ülésre. Hát vagy elkezd levetkőzni, és menetiránynak háttal fogja a szék támláját. Felmászik az ülésre, és azt mondja, hogy bocsásson meg aranyom, nem tudok tovább várni. Szóval, hogy ez mégis hogy zajlik. Anélkül nyilván, hogy mi most nagyon cizelláltan elemezném magát a végterméket, a dolog nem erről szól, csak képzeljük el a technikai részét. A technikai részét. Vagy ha csak kevesebben utaznak a buszon, teszed mindezt úgy, hogy ne vegyék észre, vagy van az az adott pont, ahol már azt ahol gondolod, hogy... Ahol megnyomsz egy kötkürtöt, hogy mindenki átra néz. Nem, hát mindannyian jártunk már úgy, hogy mindegy, hogy csak hogy érjél oda. Volt, oda a méltóságod, oda bármit, már tök mindegy, hogy ki mit gondol, csak hagyd szálljál le a buszról, hagyd szálljál le a metróról. Hadd szálljál ki az autódból, csak hagyj érjél oda. Nem? Tehát van az a pillanat az ember életében, amikor ott hagyod a méltóságodat, és már nem érdekel, hogy ki mit gondol. Itt csodálkozol, vajon... hogy befelé trüffel, kifelé trüffel. Nem, most pont nem ezeket a hasonlatokat akarom hozni, hanem csak elképzelni a szituációkat. A technikai részét, hogy itt vajon te elnézést kérsz előtte? Vagy teszed mindezt titokban egyébként? Vagy ha te hátul ülsz, akkor egyszer csak azt látod, hogy valaki elkezd feltámaszkodni a támlára menetiránynak, háttal nagyon kapaszkodik, és te ugye látod az arcát. Csak azt szeretném megkérdezni, hogy a következő megállóan székes. Mennyi még? A mahoros házad! Tehát, hogy a fenébe zajlik ez? Ugye, mert ott van maga a szemérem, meg ott van a szégyenlőség, meg ott van a gátlásosság, hogy vagy itt nincs, vagy egy tényleg egyébként teljesen hétköznapi utas, halálosan kényelmetlen helyzetben már nem tudott mit csinálni. Tehát akkor oda mész és térdre esel a buszsofőr előtt, könyörögve. Hát vagy egyszerűen késztényekkel állított, hogy jó napot kívánok, nagyon nagy probléma lesz itt hátul az egyik ülésen, hogyha nem tetszik megállni, és nem szállhatok le. De hogy megsarolod a buszsofőrt, hogy kvázi vagy oda teszel egy zilbelsőt, vagy álljon meg. Jó, mondjuk abban az esetben azért valljuk őszintén, hogyha mondjuk ez az ember rendszeresen utazott ezen a távon, és tudta, hogy most kilométerekig csak a puszta lesz mellettük, és sehol egy bokor, sehol egy fa, képzeljétek már el a szituációt, hogy megállnak, ő elmegy, elfárad, háttal legugol, igen, és most mindenki nézzen ki balra. És most jövő. Érted, ő megcsinálja jobbra, tehát ez is hogy? Igen. Nő vagy férfi? Tehát ki csinál inkább ilyet? Remélem férfi. Most én bízom benne, hogy egy kicsit nő. Ha technikailag gondolkodsz, mert akkor... Mert ha nő, nagyon bátor. Ha technikailag gondolkodsz, nőként egyszerűbb megoldani, ha szoknyában vagy. Férfiként le kell tolni a nadrágot. De várj, képzeld el magad utasként, hogy azt látod, hogy egy férfi ül kettővel előtted, és elkezdi letolni a nadrágját. Ott azért felsikoltasz. Fel. Uram, gondolja meg! Van még három percünk, tartson ki! Ugye? Vagy te a utas vagy, és nem mondasz neki semmit, hát fel sem fogod. Tehát, hogy nem biztos, hogy nem gondolsz arra, hogy ő most azt fogja csinálni. Szerintem igen, nem jut eszedbe. Valószínűleg nem arra gondolsz, hanem, hogy keres valamit, szorítja az ő, leveszi, de amikor ő már letolja a nadrágát, és visszakuporodik a székre. De hova jut, nem ülhetett vissza? Neki át kellett ülni egy másik ülésre. Nem arra gondolok, hogy utána visszaül, hanem, hogy fel kellett kuporodni a székre. Nem, visszaül melléd. Ahonnan felállt. Tehát, hogy, és ugye ott van az a kérdés, hogy azért... Na, így már jobb. és megtörni a verítékes homlokán. Most rutinos vagy, akkor előre fel kell mérned, hogy ugye azért van-e papír. Egyáltalán az ilyen típusú ember, aki semmiféle szemérmesség nincsen, és semmiféle gátlás felméri. A busztársaság egyébként nyilatkozott, hogy úri emberünk, vagy a hölgy megoldotta, mert hogy a volán buszon voltak függönyök. Aha. És abba törölközött.
Fűkölyöm. Szóval, hogy hol van az emberi gátlás, vagy az emberi szemérmesség határa? Van-e egyáltalán, vagy különbözünk-e mi az állattól? Mert nézd, egy a pozitív állat csinál, oldalát, szóval, legalább volt igényre, hogy kitörölj. Aha. Nem akarok nagyon filozofálgatni, de azért, hogy ennyi gátlástalanság állatokban van, nem? Ő rájön, megcsinálja. De várjál, mert azért mi emberek vagyunk. A függöny nem is ér le az ülésig. Azt le kellett szedni. Azt, vagy a várjál, leszeded. Vagy. Majd felállsz hozzá. Ne. Mutatom. Oké, nézzük meg ezt a buszvezető perspektívával, aki vezet. Nyomja a gombot, csukja az ajtót, belenéz a visszapillantóba, és azt látja, hogy egy ember pucsít az ülésen, és pipiskedve próbál felkapaszkodni a függönyig, hogy odaérjen a függöny, ha nem húzza le. Az meg van, hogy egy ember áll letoltgatjával, és áll az ülésen, és mondod, hogy uram, üljön, mert nem látok, és a következő igen. pillanatban látod, hogy lecsatolja a függöny. Jézusom! Tehát, hogy ez hogy történik? Hát nem lehet... Szólt vajon a többi utas? Nem lehet, hogy ez már az utolsó csepp volt a pohárban, idézőjelben. De ez mi berágott, hogy emelkedett a bérletára? Nem, ez már korábban is előfordult, és hát lehet, hogy egy ismerős tag volt az, és akkor a buszsofőr is belenézett a visszapillantóba, és akkor Tomika, ha még egyszer beletörlöd, akkor... Jó, tessék, én utazom buszon, volán buszon. Jó, nem, nem. Jaj, de örülök, hogy te vagy a példa. Ne, igen, de jó, hogy nagyon elvont legyen. Nem jön meg a kedvem. Ja. Ülök bal három ablak mellett. Felszáll ez a gyanútlan ember, illetve én vagyok. Legyen mondjuk zsűr. Leül mellém. És te, mint utas, egyszer csak azt látod, hogy elkezdi a procedúrát. Mit csinál? Rászólsz? A procedúra. De mit szólsz, hogy uram, legyen szíves... Ne végezz el a dolgát, de akkor már csak akkor tudsz rászólni, amikor már történik a dolog. Csak látod, nem, hogy övet kilazít, ki gombolat. De lehet, hogy mit tudom én, mert melege van, vagy valami. Igen, rászólsz, hogy uram, kérem, negyíteljen ide. Nem bántod meg a nadrágot. Hát ugye, ha melletted ül valaki, és letolja a nadrágját, és fölkuporodik az ülésre mellé, nem, tényleg nem szólt. De hogy jössz ki, ha belül vagy? Ott már nem nincs lelkvés. Lelököm az ízé a folyosóra. Föllöksz egy embert. Nyilván rászólsz. Ő meg oda. Hát, szerintem nem egy egyszerű élethelyzet. Hát persze. Igen, értelemszerűen az én olvasatom abszolút a volánbusza hibás. A fenének kell ezekre a buszokra függönyt tenni. Ezek a kívánatos függönyök mindig olyan puha. De tényleg, tehát te bemész valahol és nincs papír, inkább azt mondod, hogy nem. Köszönöd, nem. Ugye érte, ha nálad nincsen zsebkendő. Hát azok a... Mondjuk én... Szép gicses függönyök, hát mi a fenének kell függönyt föltenni? Én azért magamtól előbb lezárnám a sztorit, tehát hogy jobban örülnék, ha már elve nem történne meg ez. Most képzeld, már mentek, és akkor egyszer csak megjelenik mellette ugye a delikvens, és kezdetét veszi az incidens azzal, hogy megkérdezi, hogy elnézést, szabad ön mellett ez a hely? És leül. És akkor nem leül, már arra használja, mert ő előről jött hátra. Elnézést, szabad ön mellett ez a hely? Ja, hogy persze, már... parancsoljon. Ja, hogy már utána. És feltérdel oda mellé, megfogja a karfát, és az anyám! Na hát így ez csinálta, az... most igen. Mutatja a Jani, csináld meg újra. Ja igen, és most tett hozzá azt is, mivel Jani nem túl magas, ezért felguggolva is sem tűnik fel senkinek a hátra, ez csak azt, hogy keserves arcot vár. De mi van, ha menetiránynak háttal volt, és így térdelt föl, hogy fölült, és belekapaszkodott az ülésbe. Jó, de akkor elé csinál, de, nem? De közben megszemezett a többi utasal, akinek menetiránynak... Az ülés elé. Tessék? Nem tudsz ugye az ülésre pottyantani, mert még ezen a hosszú ülésen valószínűleg is... Valószínűleg akkor menetiránynak megfelelő utomódon. Gyerekek, döbbenet. Tehát azért én sok elképesztő történetet hallottam már az emberről, de azért ez nagyon kemény. Az előző sor, ahogyha mondjuk az a metódus van, amit te mondtál, hogy a menetiránynak ellenkező irányba guggol föl, vagy ül föl, vagy áll föl a izére, a székre, és valaki az előtte lévő sorból hátra nyitsz. Elnézést, maga szerint a következő csatlakozás, Jézus! Jézus de már! Figyeljetek, ezt, tehát azt leszögezhetjük, hogy mindenki észrevette igen. a buszon, hogy itt így van. Hát, ha voltak, vagy ha és ott senki volt, nem, és senki nem szólt rá erre az emberre, vagy senki nem szólt a sofőrre. Ha ezen a buszon többen voltak, és valaki oda kucorodik az ülésre kakilni, senki akkor... nem csinált egy normális szelfit. Viszont ha senki nem szólt, ha senki nem szólt, vagyis senki nem vette észre, igen. akkor még egy ember gyanús. Akinek nem szólt volna be senki, a buszvezető. A sofőr. De vajon hátra jött menet közben? Vedd már hátra a igen, kikötött egy két gumipókkal, tudod. Szóval, hogy elképesztő. Most nyilván leszámítva azokat a dolgokat, hogyha nem tudta... Elmúgy meg persze vagy borzalmas, meg beteg, vagy nem, tehát most nyilván nem, de hogy most nézzük ennek azért valamennyire a viccesebb oldalát. Szóval, hogy ez megdöbbentő. Hát erre azért nem számítasz.
hogyha mondjuk nem egy mentálisan beteg emberről van szó, hanem egyszerűen csak arról, aki így fejezte ki a haragját, vagy ezt érezte, vagy nem várta meg, vagy dühös volt, vagy nem tudta, azért az megdöbbentő. Nem? Nem tudom, hogy van-e olyan helyzet tudom, az ételemben. Még azt tudom, hogy miért adnak erről ki közlemény. Hát, hogy valószínűleg fölhívják a figyelmet, hogy ez nem egy normális viselkedés. Itt a kérdés inkább az, hogy tényleg miért nem szólsz, hogy álljon meg a busz. Tehát igen. Mi kényszerített arra, hogy azt mondta, hogy nem szólok, megyek tovább, és oda teszem az ülésre. Milyen ember az ilyen? Nem lehet tudni, milyen mentalitású emberek ültek a buszon, lehet, még biztatták is. Ja. Hajrá! Igen. A másik olvasata a történetnek. Legalább itt nem itt szenved mellett. Nem, hát az egész, gyerekek, az egész egy borzasztó. Buszsofőröknek se könnyű. Hát nem? Hát nem egy könnyű hivatás, azért azt gondolod, beülsz, vezetsz, de hogy azért azért egy jóval összetett. Hát reggelőben azért nem így kelt fel, tehát nyilván úgy felt, hogy ez is csak egy eseménytelen kedv lesz aztán. Ez milyen szép kedlet, mi? Szörnyű az, amikor azt érzed, hogy még van időd, de nem érsz oda egyébként. Tehát ilyen helyzetben azért mindenki volt. Persze. Nem? Tehát, hogy az egy nagyon szörnyű helyzet, amikor megy a metró, nincs nyilvános vécé, dugóban ülsz, kocsiban ülsz, és tudod, hogy itt a vége. Tehát van egy bizonyos dolog, amikor nincs. Tudjuk. Azt az oldalát se ismerjük, tehát, hogy az indítatást. Tehát, hogy érted, hogy lehet, hogy ez egy szerencsétlen volt, akinek tényleg tehát, hogy úgy érezte, hogy az élete múlik azon, hogy most elvégezze a dolgát. Jó, nyilván akkor is elfogadhatatlan, persze, mert szólnia kellett volna a buszsofőrök, de hát lehet, hogy ott valami nagyon hirtelen jött trauma lehetett. Egy előszfékezésnél. Hát most jó, kinek okoz örömet ez? Tehát, hogy azt írja egy hallgató, hogy nem maga az eset felháborító, hogy nem, hanem hogy nem kaptam meg a panaszkönyvet, amikor megjegyeztem, hogy nem találtam papírt. De megoldottad ügyesen a függönnyel. Hát, igen. Én egyébként ezeket a szóval, hogy tényleg muszáj róla beszélni, már nem reméljük, hogy nem reggelizik senkire, hogy ezeket a WC használatokat se értem. Tehát egyszerűen vannak olyan állapotok férfi és női WC-ben, amire nincs magyarázat. Az egy földön kívüli találkozás, egy harmadik típusú találkozás, hogy nem érted. Tehát nem érted, hogy bizonyos dolgok hogy kerülnek bizonyos helyekre. Nem volt még nektek ilyen, hogy utána azon gondolkoztatok, hogy na tesó, ezt hogy? Hogy a pizzavárban volt az, aminek nem ott kellett volna lenni. Én ilyet láttam. Olyan is volt már. Hogy azért azt hogy? Ott hogy? Ugye a piszoárnak van egy csőre, ami kifelé feléd néz, ha szembeállsz vele. Ha arra úgy megfordulsz és rá akarsz kucorodni, akkor ott a pisz... Tehát, hogy az a csőr az hozzád ér. Uh-huh. Érted? Egy olyan csőr, amit előtte arra használtak férfiak, hogy bele is ijjenek. Itt is ez szükség, nagy úr. Nem tudom, mondat hogy van ekkora így elő. Úr. Tehát, hogy nehéz ügy. Nagyon de hát kemény. Az emberi találékonyság az határtalan. Hogy azon gondolkozom, hogyha így használja a mosdót, hogy így használja a vécét, mi lehet nála otthon? Tehát hogy nem élhet? Biztos, ott patika, lehet, öcsém, patika. Igen. Azt hiszem máshol jár. Fordítottan arányos a dolog? Igen. Tehát, igen? Simán lehet. Meg mondom, tehát, hogy itt nagyon komoly emberi sorsok, tragédiák lehetnek a háttérben, tehát, hogy ez nem ő nekik se jó ez. Nekik se jó ez. Na most nyilván nem erről az oldalról közelítjük teljesen tudatosan, most ha beteg, ha nem tudhatjuk, akkor nem így nyilván van. Rajta röhögünk, most elképzeltünk egy hétköznapi ember. Így van. Hogy vajon mi történne, ha te mint utas ezt átéled egyébként, hogy valaki ezt ott elindítja. Hát az most egy szélsőség, hogy ha valaki beteg, vagy értelmileg fogyatékos, persze, hát ezt most nem erről. Nem ezt mondjuk, hanem hogyha egy normális ember, bár idézés, nem tudom, hogy normális ember csinál ilyet, hogy mi van, ha te, mint utas ott ülsz, és csak azt látod, hogy valaki ennek úgy neki indul. Én megpróbálom helyrehozni a dolgot. Tehát, hogy mit tudom én lefelé, mert mondom, hogy ezt elviszem magammal, kimosom. Miért? Ne akarja tudni. Sofőr úr. Leesett a szendvicsem. Szaga van. Hát, igen? Jó, most hát mindegy, most azban nem menjünk bele. Nem, hát most nem akkor csak, hogy olyan nincs, hogy ezt nem veszik észre a többiek. Tételezzük föl, hogy nagy volt a menetcél. Hárman ülnek a buszon, érted? Akkor is jó, meg... de azt mondom, mindegy, nem, persze, nem kell ilyen részletesen. Nem cizelálni akarom a dolgot, csak hogy miért nem vették észre. Értem, és jó, ráadásul a leszállásnál senki nem szólt a sofőrnek. Igen. Buszvezetők írnak egyébként, hogy miket találnak a buszon. Buszvezetek, nyári ruha, nagy darab néni legugol a csuklóban. Ne, de döbbenet egyébként, szóval hogy ez egy létező. Igen, leszállt, és utána, hát ő mint buszvezető hátra ment, és látta, hogy a néni miért gugolt le a csuklóban. Ez elhiszed? Jaj. Ezt elhiszed, ember? Szóval ez döbbenet. Te, mint buszvezető, látod, hogy a néni neki vetkőzik. Legugolt, igen. Atya, úristen. A volt feleségem a Mangóban dolgozott, ez egy ruhaüzlet. Záráskor a próbafülkében talált. Nem folytatom, értem. Hogy?
Tehát, hogy ott valaki... Hogy? Pedig valószínűleg nagy áruházban van a bolt, ahová el tudsz menni. Nem, ott 20 méter volt a WC. Aha. Ja, na így már azért. Mi, ha 50, akkor elfogadható? Jó, de mondjuk... Vagy ha 100, akkor... Nem, figyeljetek! Tehát, hogy én azért tudok olyan szituációt, meg én is éltem át olyan szituációt, amikor a 20 az nekem már sok volt. Hát ez mindenkinek van. Tehát, hogy az érted, a világ leghosszabb 20 méterre lehet az abban a pillanatban. Tehát ki tudja, érted? Lehet, hogy még örülhetnek is neki, hogy nem félúton a WC és a fülke között történt meg. A öltöző fülke között a dolog. Lehet, hogy annyi ereje volt már csak a szerencsétlennek, hogy berántotta a függönyt. Egyszerre csak egy ruhát lett bevő, tudom! de ha hát is bementél egy próba fülkében. Lehet egyébként. Takarító cégünk van, tudnék mesélni, volt olyan eset többek között, hogy egy vidéki gyárban a férfi mosdó WC-ből egy céges pólót haláztunk ki, mert hogy elfogyott a papír, ezt Bea küldte nekünk. Azért. Igen. Ha. Jó, mondjuk az viszonylag könnyen tetten érhető, nem? Béla, azért ennyire nincs meleg. Nagyon-nagyon hajtok most, hogy meg legyen a százalék. Én nem is tudom, mit csinálnék buszvezetőként. Nem, hogy mire van feljogosítás. Oda mehet szólni? Nincs idő. Tehát vezeted a buszot, félre kell állni. Hát nem mi a nagyon fenét tudsz csinálni már ilyenkor? Ráöltesz? Nem tudsz nagyon mit csinálni. Atya Isten, nagyon kemény. Igen. Mit csinálsz? Vagy mit kiabálsz neki? Miközben ott van ugye a többi utas is. Hát neki olyan szinten vagy nincsen szégyenérzete, vagy tényleg hangsúlyozzuk ki, hogy olyan nagy a baj, vagy valószínűleg megállíthatatlan abban a pillanatban. Új Facebook őrület lesz, csinálj buszülés a selfie-t, írja valaki. Lehet, hogy nagyon szorított a ruha a próbafülkében. Kaptuk ezt is SMS-en. Nagyon elképesztő. Egyébként elképesztő. Csodálkozom, hogy egyébként ők ezt kiadták, mint nyilatkozat, hogy erről kinyilatkoznak, hogy ez megtörtént, nem? Tehát most ezen mind elrettentés? Igen, tájékoztatod az embereket, és megpróbálod fölhívni a figyelmet a magad kis módszereid, de hogy szerintem ez nem európai viselkedés. Elrettenteni azokat, akik ezen gondolkodnak. Igen. Na jó, hát megfejteni nem tudtuk. Hát jó, de hát mégiscsak ez volt a hét híre. Igen, volt többi. Én annyi sztorit tudnék mondani, gyerekek, úristen, hogy én miket láttam ilyen nyilvános WC-ben. Jó, azt hittem, miket csináltam. Egyszer a Békásmegyer Szentendre vonalon, nem erre gondolok. Én általában menekülő üzemmódban vagyok minden ilyen WC-ben. Tehát bemegyek gyorsan, elintézem a dolgom, körben sem nézek, jövök ki. Én se ebédelek ott. De hogy? Több időt én se töltök ennél, mint hogy az ember beugrik, gyorsan megpróbál rajta túl lenni és kijön. Tehát ezzel azért nem vagy annyira. Én elég sűrűn vagyok, de nem kedvelem annyira ezeket a helyeket. Pedig vannak pozitív kivételek is bőven. Igen, egyszer egy moziszéken. Szintén hasonló. Igen. Na jó van. Jó, nem akarjuk folytatni, de minden esetre döbbenet a téma. Fél tíz múlt pontosan 3 perccel. Többen kérdezitek, hogy Ricsi ajándéka mikor jön meg. Hát szerintem ezt megvárjuk, míg Ricsi megjön. Már most meg percben kell lennie át, hisz egy órája beszéltünk. Igen, hogy ezt jövő héten sorsoljuk. Pontos napot még nem tudunk mondani. Akkor mondunk, ha itt van, és akkor mondjuk előre, hogy melyik nap lesz. Jó, Ricsi, szerintem, hogy hétfőn, kedden elutazik, szerdán megjön. Csütörtök magasságában, péntek magasságában itt lesz a szerkesztőségben, tehát ez vagy jövő hét, vagy a jövő utáni hét, és akkor sorsoljuk is. Jó, egy eredeti Super Bowl labda, és egy sisak, ugye, amit Ricsi ígért, jövő hét végén, vagy jövő hét utáni hét elején tudjuk majd sorsolni. Fél tíz múlt, pontosan 3 perccel, jaj, Laci, csak látnám rajta, hogy te ne imádnád ennyire ezt a témát. Még internet, sír az SMS-eken, persze. A 3/4 nem beolvasható. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon.